Swiss egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 13 perccel itt vagyunk. A jingle, vagy nem tudom mi ez, ezek szerint már folytatjuk. Ha folytatjuk vagy tegnapról már. Tegnapról folytatjuk. Azt mondjuk. Tegnap elkezdtük, ma folytatjuk. És egészen így csináljuk péntekig. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Sziasztok, jó reggel. Szerda van, negyed hét előtt vagyunk, 2 perccel, az idő langyos, Balázs Kanos. Már most reggel? Igen, az a baj, nem, ez csak egy rím volt, amit így költöttem, de nem volt rossz. Ez úgy egészen jól jött ki. Azért problémás egy picit ez a dolog, mert általában akkor is ezt a rímet raknád be, hogy ha mondjuk így nem van. Lángos, hanem hideg. Így van. A lángos forró, Balázs Kanos. Az én. Így van. Az idő kicsit hideg, Balázs nagyon kanos. Igen, kicsit tehetes busz, Balázs még kanosabb. Hatalmas a szél kint, Balázs kicsit kanos. Sőt, nagyon kanos. Ja Istenem, hát ez a szerda, igen, ez egy nehéz nap, de túl leszünk rajta, úgyhogy mindenki ébredt ezen. Ma mi erre rácáfolunk. Annyi jó témánk van, annyi mindennel készültünk. Így van, egy csomó mindennel. Annyi minden lesz. Ráadásul vannak átívelő témáink is, tegnapról mára, mert hogy mindenki olvasta, mindenki hallotta már, mi történt? Lajcséknál mi közben interjút adott a Klassz FM-en a Morning Show című reggeli műsorban nekünk. Megjelentek a rendőrök odahaza. Miközben ő éppen interjút adott nekünk, megszállták a rendőrök újra a birtokát, a víz és áram szolgáltató emberei rendőri segédlettel kutakodtak a birtokon, írja ezt egy bulvárlap, és hát valószínűleg nyilván megtörtént, mert hogy itt vannak a fotók, leplombáltak mindent, és a zenész ugye nem volt jelen a déli órákban. Ez a leplombáltak mindent, ez is egy érdekes dolog, mert ugye leplombáltak azokat az órákat, amik nem tartoznak a birtokhoz, mert a birtokon kívüli plombákat, a közeli házaknak az óráit plombálták le, ugyanis a birtokon nincsenek órák. Igen. Hát ha biztos a kedvéért. A tűzoltócsapokat is leplombálták. És hogy mit mondtak az áramszolgáltató emberei és a rendőrök? Tudom, hogy nincs itthon Galambos úr, hallgattuk a rádióba. Így köszöntötte a feleségemet az otthonunkhoz megérkező nyomozó, mondta Galambos Lajos. Tehát rólunk van szó? Így van. Köszönjük, hogy ti is minket hallgattok. Nálunk volt ugye tegnap Lajcsi, és egy nagyon jó kis beszélgetés volt. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy jól sikerült. Mivel férje épp a Klassz FM Morning Show-jában járt. Egyedül volt a bajban. A zenésznek fogalma sem volt róla, mi történik az otthonokban. A stúdióban voltam, a telefonomat lenémítottam, amikor magamhoz vettem, láttam, hogy Bogi 7-szer hívott. Tudtam, hogy nagy a baj. És megérkeztek a rendőrök. Nem tudom az egész cikket elolvasni, találtak valamit? Nem találtak semmit. Hát már ugye gyakorlatilag minden falevél alá benéztek már így az elmúlt hetekben, hónapokban, úgyhogy igazából nem is tudja az ember, hogy most miért is mentek ki. Lajcsi most azt mondja, vagy abban a cikkben legalábbis azt mondja, hogy volt valami plomba ügy, amit itt nem említett meg tegnap, hogy egy plomba nem volt a helyén, de azt kiderült, hogy ezt is ők vették le annak idején, tehát hogy megint nem találtak semmi. Fura, igen. Inkább az a fura benne, hogy ha meggondoljátok, hogy olyan 10 körül érkeztek, azt hiszem, a rendőrök. Uh-huh. Tehát, hogy valakit meghallotta, hogy ő bent van, és igen, akkor eszébe jutott, hogy menjünk ki. És ugye azt mondják, hogy a Lajcsi azt mondta, hogy az ügyvédje 10:17 perckor kapott egy hivatalos jelzést arról, hogy vizsgálat lesz, de már 10-kor kim voltak. Aha. Igen. A Morning Show-ban Lajcsi ismét részletesen beszámolt a börtönben töltött napjairól, írja a Bors, és azt sem titkolta, hogy naplójában név szerint megemlíti azokat is, akik az ügy hátterében állhatnak. Ezt mondta, hogy van egy fizetés. A teleírt fizetett ügyvéd illetét behelyezte. Na jól van, hát kíváncsian várjuk a folytatást. Igen. Picit fura egyébként az egész sztori, hogy most egy olyan plomba miatt, ami valójában nem is Lajcsék által, hanem a szolgáltató által lett eltávolítva, most megint ekkora egy csapatkontingens szállt. Ezt nem tudjuk azért. Én szerintem ez az egész ügy ott dől le, hogy lesz-e vádemelés, vagy nem. Mert vádemelés azért ahhoz komoly alap kell. Tehát ahhoz már azért nagyon sok bizonyíték kell, ahhoz már komoly alap kell, hogy valaki ellen vádat emeljenek, akkor azért lehet, hogy valójában tényleg történt valami. Ha vádemelés nem történik meg, mert hogy még mindig nyomozati szakasz van, és még nincs vádemelés, akkor viszont ugye, hát akkor viszont egy érdekesebb a dolog, hogy miért nem volt vádemelés, aztán ugye hát majd a bírósági ítélet, ha megtörténik a vádemelés, kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy követjük az ügyet mindenképpen, szerintem mindenki.
Hát plusz ugye, hogyha megvan, az, ha felment, és akkor jön a Lajcsi, és kitál a Lajcsi. Igen, ahogy... hát akkor meg meghívjuk újra. Így van, azt mondta, hogy akkor viszont beszélni akar, de és nagyon. Így van, nem is mi ígértettük meg vele, vagy kértük meg erre, hanem ő kért meg minket, hogy hívjuk meg újra, mert akkor már egy picit nyíltabban tud beszélni erről az egész sztoriról. Érdekes. Érdekes az egész, nagyon-nagyon érdekes, igen, hogy mi történik. Hát kíváncsiak vagyunk. Gyerekek, én mindig azt mondom, nem szabad túl nagyra nőni, nem szabad senkinek a tyúk szemére lépni. Nekem mondod, mondd Ferinek. Gyerekek, nem szabad. Tényleg egy-két milliárdot tessék összerakni, de nem szabad túl sokat. Nem szabad. A harmadik, negyedik már nem kell. Már óvatosan. Óvatosan. Mindig, csak addig. Addig a pár első 2-3-4 milliárdig. Aztán utána már nem kell. Na most már 3-4, még egy kettő volt. Azért jó, hogy mondjuk, hogy 20 másodpercen belül már túl nagy lettél. Aj, nem tudom, igen, hát szóval vigyázni. Óvatosnak kell lenni. Vigyázni kell. És ha már beszélünk a tovább gyűrűzésről, akkor ne várjunk tovább. Akkor itt a másik is. Ó, hát arra ráérünk. Persze, előtte. Mi van? Na. Ja, boldog szülinapot, boldog névnapot, névnapot, Balázs, és sokáig. Viszontlátás. Így van, megérdem. Meg, nagy tapsot, és azt a sok ajándékot, amit hoztunk neked. Hol lámannak a szatyrok? Tessék. Majd nézzek a pult alá, kinek mi van a kezében. Egy adik használt stopper. Kapok? Semmi? Itt van elő? Itt van egy, nem tudom őszinte, ölelés, gyere. Egy pici ajándék, valahonnan, még nem késő. Jaj, hát csak nyugodtan. Nem ért még ide. Nem kell visszafogni magatok. Látod, ez tényleg fejlődik jellemileg. Pár évvel ezelőtt még nagyiben tojtani, de most már a picit is megbecsüli. Így van. Minél idősebb vagyok, annál jobban örülök a kicsinek. Így van. Na, ez a kicsi volt. Szentimentálisra váltál. Egyre szentimentálisabbá váltam. Úton van? Mi van úton? Mikor jön? Mikor ér ide? Mi lesz? Mi? Semmi. Mi lesz? Azt mondod, úton van. Úton, azt csak várjál sokáig. Soha életedben nem adtál nekünk semmit névnapunkra. Ez benneteket ne riasszon el, attól, hogy ti viszont adjatok nekem. Hát, tehát, én a kettő között egyáltalán nem látom az összefüggést. Nem is értem az összefüggést, a felvetés biztos is elég fura. Vagyok benne. Tehát, hogy ez nem egy oda-vissza menő dolog. Hát most a hatalmába kerített benneteket az a romantikus érzés, hogy megajándékozatok valamiben. Tessék. Biztos most pakolják be a furgonba a kéteringesek a hideg tálakat. Én biztos vagyok benne. Itt vagyok. Mindennek örülök. Nem vagyok terhetetlen. Nem vagyok hálátlan. Nem érezhetitek, hogyha valamivel megleptek. Én nem mondanék köszönő szavakat, és ne éreznétek a hálát. Nem fogod viszonozni. Az már opcionális, de hát most éljünk a mának. Mama van. Már írják is, Istenem. Na hát, jól fogsz lakni, ha mással nem. SMS-ekkel. Boldog név, ahogy Balázs írja. Balázs. Jó, nyilván itt egy kis összefordulást érez az ember. Mi Balázsok, tartsunk össze. Istenem, de aranyosan hallgatok, legalább ti. De vártál valamit? Nagyon. Úgy jöttél ma be, hogy ezek a fiúk biztos kész. Én minden évben megpróbálom, hogy hát ha ott belül bennetek még maradt valami igazán jó. És úgy azt mondja, négy nap, és hozok nektek egy reggelit, egy fánkot sütöttél tegnap, és ezt mondtad, hogy akkor egy kis baracklekvárral te ezt most porcukorral megszolgálod. Azt mondtad a múltkor, hogy hidegen nem jó, tudod. Azért lecsúszik. Tehát, hogy úgy valami úgy hátha, mondom, ránéztem az asztalra, hát egy ünnepi reggeli, azt sem mondom, benn baj, bejövök a stúdióba, majd itt. Úgyhogy ne várjunk tovább, jöjjenek. Ki nyúl először a pult alá? Aha, én nyúlok, de attól csak én leszek boldog. Istenem, hát megint ezzel kell szembesülnöm? Elhussan ez a nap is, látod? A kutya fáját, hát mi lesz? Túl sokszor mondtad, te súlykoltad belénk, hogy ez neked nem számít, a névnap nem érdekes. És elérted a célot. Ó, de azért elérted a célot, számunkra teljesen érdektelen. Olyan vagyok, mint egy kóborkutya, akiben mindenki belerúg, mindenki hozzávág valamit, de amikor közelít felé egy ember, ő megint azt gondolja, hogy talán majd ő megegyez. Talán majd ő megsimogat, aztán megint belém rúg, de én tovább megyek, és látok egy újabb embert, megint csóválom a farkamat, és megpróbálok hozzá közel kerülni. Csizmával alánvág, nem baj. Megyek a következő emberig. Én ma is úgy jöttem be, hogy annyiszor rúgtatok már belém, és bántottatok. Szembe kellett néznem azzal a tény, hogy nem kapok semmit, de én ma megint farokcsóváló kiskutya vagyok. Oda dörgölődzöm. Egyszerűen csak rohadtul flamos vagy. És abban bízol, hogy valaki ad egy kis kaját. Hát értem, egyébként igen. Na jó van, akkor hét után? Jó. Persze, jó. Oké. Keverek neked egy zabot, úgyis mindig bekevered magadnak, aztán 11-kor megyek kivédjük. Mert elfelejted. Tegyük át hét. Jó, megértem, hogy mi? Korábban. Hogy? Jó, tegyük át hét utára. Hét utára. Mi van a... Na, nagyon jó, meg február 3-mal, úgyhogy még 4 napunk. Mi van a hipozitív énekesnőve? Ki ő?
Lehozta a Blik, folytatjuk az ügyet? Azt nyilatkozta az illető, szigorúan anonim, hogy majd ő majd nyilvánosság elé áll, és akkor majd elmondja. Tudtam, hogy ebből azért még pár napig ők is elélnek, meg mi is. Igen, de most már, csak belül van. Ha valóban van ilyen, hogy HIV pozitív valamelyik magyar énekesnő, ő most azért retteg, szegény. Igen, hogy nehogy kiderüljön. Hát, hogy ne írják meg, hát, hogy szorul a hurok. Hát ez nem, azért senki nem akarja tudni. Hát ez mindenkinek a legféltettebb magánügye. Csak pillanatra felmutatod az újságot, és látom, hogy megint van róla cikk, ezért kérdezem, hogy hogy állunk. És egyre tolják egymás után az infokat. De mit lehet még írni? Tehetségkutatón is szerepelt. Már most ezt írják, igen. Ez ugye nagy számok törvény alapján azért csak betalált, tehát hogy egy énekesnő, aki tehetségkutató szerepelt, melyik tehetségkutatón, hogy mikor, lehet, hogy ez egy iskolai tehetségkutató volt. Tehát, hogy bármikor az óda is belefér. Nagyjából 10 percet az összes nőt összeszedem, aki volt tehetségkutató műsorban az elmúlt években. Tehetségkutatóban próbálkozott. Az már az is azt jelenti, hogy elment a castingra annó. Azt hittem, hogy zsűri volt. Nem. Csak próbálkozott. Aha. Hát ez nem sok. Nem vagyunk bejebb. Más nem is írnak róla. Az nem sok. És valaki előállt azzal, hogy ő majd előáll azzal, hogy kicsoda a HIV pozitív énekes. Nincs ilyen zsarolgatás, meg ilyenek ezzel kapcsolatosan. Azt várják szerintem, hogy az énekesnő maga mondja el, hogy HIV pozitív. Egyet így provokálják a címlapokkal. Hát ez már címlap elmúlt, ez már hátsó. Ja, ez a hátsó? Hát, de jól is van az újságok. Hátsó középső. Én nem lapozom sem erről. Na mindegy, hát kíváncsiak vagyunk. Azért az ember kíváncsi, basszus, ez így működik. Szóval, hogy azért sajnálod, ha valóban van, és tényleg konkrét szeméről van szó. De azért mégis kíváncsi vagyok én egy kicsit. Hogy ki lehet? Ki lehet mégis, aki. De másképp fogod, hogyha szereted esetlegesen, ugye nem tudjuk, hogy kicsoda, ha nem szereted. Nem szeretek senki. Ha szeretik az emberek őt, tehát te a szívtelen állat, aki csak a névnapja ajánlék. Magyar énekes, akit szeretnék, hát most mit csináljak? Hát jó, ha mondjuk így az emberek szeretik, akkor most az megváltozik? Nikácsi, téri meg. Hát biztos, hogy megváltozik. Persze, az emberek prüdek, félnek, fél információik vannak, nem tudják, hogy terjed, megijednek tőle, okolják, bántják, biztos telt róla, hogy elkapta. Persze, egy csomó olyan hírt hallani, hogy azért az ilyen típusú betegséggel rendelkező embereket kirekeszti a társadalom, perifériára szorulnak. Hát mindenképpen megváltozik a megítélése. Biztos azért kapta el, mert ilyen, vagy olyan élete volt, megérdemli, úgy kell neki, nem kellett volna, tudod, közben lehet, hogy tényleg teljesen ártatlanul egyszer csak volt egy hosszabb kapcsolata, és a kapcsolata lépett félre, és megfertőzte. Tehát, hogy elindul egy csomó olyan dolog, mert ha ma azt mondjuk, hogy HIV pozitív, akkor az feltételezi, hogy olyan az életvitele, hogy drogosokkal találkozott, hogy leszbikus, hogy meleg, mert közöttük terjed. Nyilván nem így van, de mindenféle, hogy ne? Hát ez az ország még ennél kevesebb dologra sem készült föl, sem mint arra, hogy valakivel ugyanúgy éljen együtt, aki pozitív. Tehát nem? Azért itt már bélyegeznek mást is, sokkal kevésbé. Nem azt mondom, hogy fontos dologért, de olyanért, ami nem ennyire számít. Vagy nem számít ennyire. Úgyhogy biztos, hogy változna a megítélése. Én nem csodálom, hogy nem áll vele elő. Hát hány olyan celeb van, híresség, színész, közéleti színűség, aki még azt sem meri elmondani, hogy meleg. Pedig tudja róla a szakma, tudja mindenki. Hát most már volt azért egy coming out, ugye? Volt. A Kulkától kezdve az Alföldig azért egy páran kezdenek ezzel előjönni, de még a nagy többség még mindig hallgat, mert fél, mert diszkriminálják őket, mert bántják, beszólnak. Hát most gondold el, ha te HIV pozitívként csak kimész az utcára és elmész a zöldségeshez. És a zöldséges azt mondja, ne vegyen itt semmit, ne köhögjön, érted? Hát ez az ország... Ne abban, nem fogdossam már össze, legyen szíves, már lassan. Ha igen, ez az ország erre nincs kész. Hát én megértem, hogy ő szeretné ezt titokban tartani. De közben a kis ördög ott van, basszus, hát ez ilyen, az ember ilyen, hogy azért jó lenne tudni, de remélem, hogy nem fog kiderülni. Mondom, én is csak azért vetettem föl, mert láttam, hogy lapozol, és mondom, ekkora betűkkel vagy HIV pozitív énekesnő. Na mondom, mi az út. Pedig kérdezni akarta, hogy ez a névnapos történet számára ez nem annyira. Hogy már ugyjuk egy kicsit, hogy láttam a te arcodon is, Jani, az érdeklődést. Azért, én nagyon őszintén érdeklődést tudok mutatni. Gyerekek, nem baj, megbeszéltük hét után. Én értek, a szóból korán van még. Jó. Értem, oké, legyen hét után. 2017 után. Ha hét után, már csak fél óra, én kibírom. Nem kell sokat várni. Mi a tegnapi ismétlésünk, érdemes megmutatni? Hát mit csináltuk szerintem? A mumus az nem rossz. Ó, a mumus, hát a mumus nagyon jó. Oké, megmutatjuk akkor, mivel foglalkoztunk tegnap. A gyermekkori félelmekről beszéltünk. 7 óra után valahogy felmerült bennem, hogy mitől féltem esténként, éjszakánként, és aztán elindult a lavina, mert, igen.
mert néhány ember kivételével mindenkinek van ilyen félelme, rengetegen írtak, Jani is elmondta, hogy mitől fél. Gyerekként egyszerűen tényleg beléd, hát hogy is mondjam, égtek azok a pillanatok, amitől féltél a vihartól, a parkettától, a szőnyegtől, éjszakától, hogy a szülők leoltják a lápát a függönytől, egy szobortól, vagy csak egy plusz állattól, ami nézett téged a szekrény tetején. Igen. Hallgatóink is írtak, hogy mitől féltek ők gyerekként. Kivéve Ferit, aki ugye. Hát, de ti megmondtátok, hogy én mitől féltem. Persze, persze. Egy idő attól rettegett, hogy a húsdarálónak a hajtókarja való elkavarodik, és ezért némileg megakasztja majd az aktuális disznóülés. Nem lesz. Akkor később aprítjuk. Ja, hát akkor. Nem lesz fasírozott hétvégén. Fasírozott? Fasírozott. Úgyhogy erről beszéltünk tegnap, ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk, aztán lehet jelentkezni játékra is, és mi majd jövünk a hírek után. Enikő, Enikő, nem, erre most egy helyes vagy Enikő. Na mi újság van Enikő? Jó reggelt, sziasztok. Rég voltam már nálatok. És benéztem? Igen, most benéztem, úgyhogy most 10-ig itt leszek veletek. Az egyetlen híres lány, akivel szeretünk beszélgetni. Már úgy értem adásban. De édesek vagytok, köszönöm. Én is szeretek veletek beszélgetni. Nem rád értettem. Szinte fejtettem. Mondjuk én sem rád. Mi újság van? Jó vagyok, köszönöm szépen. Egy kicsit fáj a torkom, de ez remélem, hogy nem lesz probléma. Igyekszem krákogás nélkül. Már miért? Ja, hírek olvasása. Igen. Úgyhogy nem tudom. Fáj a torkom, mi a torkainak mi közünk lesz egymáshoz? Idegen szavak, fura sportnemek, meg vagyunk, mi nem? Már kértem segítséget. Van egy-kettő, amiben most el, és a hallgatók megírják. Na. Jó, akkor a hallgatók írják meg, ugyanis volt arról szó, hogy verekedés történt. Egy csapat buszon, mégpedig a Hertha BSC-nél. Igen, eddig jó meg vagyunk. Igen, ugye itt Dárdai Pál a vezető edző, és van egy focista, mégpedig Enis Ben Hatira, hogyha jól mondom. A Ben Hatirát jól. Én nem Ben Hatira, én nem mondom. Enis Ben Hatira. Janis Betira, Feris Betira, Enis Ben Hatira. Úgyhogy remélem segítenek a hallgatók, mert ez az Enis, ezt nem tudom, hogy jól mondom. Az jó. Szerintem igen. Jó. Hát lehet, hogy te, én nem. Tehát, nem, én is. De biztos vagyok, hogy ha hozzánk jön egy magyar csapat előre játszana, már tudom, hogy a mi lelátunkról azt kívánok, hogy én iszom. Na figyeljetek! Na miért, mi van bele? Szív fel magad. Elmondom. Szív fel begyem. Szív fel begyem a sok idegen szót. Mi eddig megmutatjuk, mi történt velünk. Tegnap Enikő elmondja a híreket, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez a pontosan 7 óra a gyerekek, itt nincs helye zenének, itt menni kell, itt melózunk, hát itt nem férnek bele a zenék. Ez egy speciális remix verzió volt, egy 25 másodperces. Rövid volt, hatásos, de mennünk kell, játszanunk kell, hát nem hanyagolhatunk ebben. Short mix. Ez egy nagyon pici kis mixecske volt. Itt vagyunk, nézzük gyorsan, hogy ki a 7 harmadik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Halló, Robi. Robi, mi újság? Honnan hívsz minket? Szervusztok, jó reggelt! Pest széléről, Soroksáról telefonáltam. Jaj, Soroksáról. Soroksáról. Nagyon jól hangzik. Kivel szeretnél játszani? Igazából nagyon-nagyon sokat dilemmáztam rajta, de mivel egy hete belevágtam a vega étrendbe, úgyhogy mindenképp étrendről akartam volna, de... Jani, te jössz. Igen, Jani lesz az igen, ember. De nem. Jó. Akkor indulhatunk? Kezdhetjük. Na, esetek is egymásnak. 3-2-1, tessék. Eredetileg kit szeretnél volna választani? Ferit? Szervusz, jó reggelt. Mindenképpen étrendről szerettem volna beszélni. Kajáról? A régi étrendem, mert nagyon-nagyon sok hús volt, de egy hete elkezdtem ismerkedni a húsmentes étrenddel, és hát ennek te vagy de a nagy kapjátője, ugye? Így van. A húsi meg a Feri. Feri az nagyon szereti, meg ugye jár is sokat ilyen téren. De le kell valahogy tennem, szeretném kipróbálni. A kíváncsiság? Egy jó kis beszélgetésem volt, talán hallottál róla a 80-10-10-ről, és mondtam, hogy akkor ezt megkóstolnám. Mi az 80-10-10? Nyers étrend. Biztos, hogy ismered. Nyers étrend? És te azt csinálod most, a nyers étrendet? Azt nagyon nehéz lenne, egyelőre első hét után az ember még elég... Én laktóvó vagyok, azt tudtad? Laktóvó. Tudod, mi az laktóvó? Laktóvó vega? Keveset tudok még erről. Jaj, de kis profi vagy. Jól van. Jól van, ügyi vagy, szép volt. Profi vagy nagyon.
Megvan! Igen! Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, Robi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hú, a nyers étrend az nagyon kemény lesz. Én attól egy kicsit nagyon fázom. Nem merek még hozzáni, egyelőre annyi van, hogy nyers szószokat csinálok tésztához, egyelőre csak ennyi, de... Tehát ketchup, majonéz egyelőre itt vagy. Aha. Igen. Az jó, nem rossz az. Paradicsomot, turmixolok, zöldséget kell tésztához, tehát egyelőre ennyi. Jó étvágyat, egyet. Azt a mindenit neki, hát kitartás. Egyébként miért van valami oka, ezt a Jani is próbálta megtudni, csak úgy letetted a húst, gondoltál egyet és vége? Ez a 80-10-10-ről hallottam egy érdekes beszélgetést, és kíváncsiság kipróbálom. Egy hónapot adok neki, de egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy lehet, hogy működik. Na jól van, hát legyen így, drukkolunk. Szép napot nektek! Küldjük a csomagot! Szia! Hello, hello, hello. Budai Rakpart jó járható Roberto küldte nekünk, Vásáros Dombón, már lézersó van. Jedi Jani üzente, és Nagyködön a hármas úton Csobád és Perek elágazás között egy fehér szállt áll az út célén, kivilágítatlanul figyelje Miskolc felé mindenki, aki arra megy. 5 perc van 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra után pontosan 9 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Drága hallgatók, szerda van, kitartás. Ez egyik legnehezebb nap, ezt tudjuk mi is. De. Hát egyrészt itt van nekünk a pesgő tabletta, másrészt pedig ugye ez névnap, és egy névnapnál jobban a szeretetnél az ember felé áradó, elképzelhetetlenül nagy, gátszakító, fantasztikus, mindent elsöprő szeretetnél nincsen jobb. És ezt most közülünk, hármunk közül Balázs érezheti át leginkább. 6 óra után mondtam, hogy oké, rendben van, mondtad, még korán van, nem mozhatok ajándékot, nem, rendben, 7 óra után itt vagyok. Hát még mindig korán van. Szikkad az abod. Érted? Szikkad az abod, mester! Én kevertem neki egy zabot. Á, igazi úr. Így van, az enyém pedig lett, aztán gondoltam, azt megetettem vele. Elő az ajándékokkal? Semmi? Még mindig? Zab, ott van. Mária, hoztam neked valami. És Jani azt így célul. Jó, értem. Tehát 8 óra után? Jó. Oké. Ne legyél tüdens. Oké, kint hagytátok a kocsiba. Hozzál valaki valamit. Még ott van az íróasztalod alatt, még Anna nem tudta beadni nektek a pult alá. Jó. Nem készültetek erre fel a 6 órás megszállás után, azt mondtam, 7 órakor odaadjátok. 8 óra után? Jó. Én tudok várni. Ja. Jó. Én tudok várni. Rendben. Akkor majd bedobunk egy új időintervallumot. Nincs ezzel baj. Jó, figyelj, ha most még nem akarjátok átadni, vagy szeretnétek, hogy többen hallgassátok. Akkor nem laktál még jól az SMS-ekkel, amiket a hallgatók küldenek? De a hallgatók nagyon drágák, hogy olyan aranyosak. Mind felköszöntöttek. Maguktól nem, de egyébként, hogy így mondtad. Egy csomó jött. Mint az anyám írta különböző telefonszámokról. Jó, értem. Korán van még az ajándékozáshoz. Jó, én nem akarok erőltetni jó dolgokat, amihez korán van. 8 óra után térünk erre vissza. Rendben? Jó. Értem én, hogy lehet, hogy valami olyan ajándék, ami az időhöz kapcsolódik, vagy a reggelihez. Nem fogod élvezni, ha így túl van, gyorsan. Így van. Gyorsan nem. Igazatok van. Hát 8 óra után. Lesz. Jó. Nem erőszakoskodom. Nem vagyok én már gyerek. Akkor lepődsz meg, hogy lesz. Nem vagyok én már gyerek, hogy kutassak a szekrényetekbe, hogy mit kapok ajándékra. Én megvárom azt, amikor elérkezik az ajándékozás ideje. Nem, nincs ilyen, hogy bemászunk karácsony előtt, és akkor gyerekként kiszedjük az ajándékot a szülők ruháspolcából. Dehogy is. Én nem megyek elébe az ajándéknak, jöjjön az ajándék hozzám 8 órakor. Mert az arisnya, megint. Ez nem ajándék volt, a fehér nemű. Mondta anya. Na nézzük akkor, nézzük az SMS-eket. Mit írnak a hallgatóim? Kivel mi történt? És hogy indul el reggel? Fotoművészek készülődnek a négyesen Albert is előtt a parkolóban Pest felé. Szép napot, Laca. Boldog névnapot, Balázs, drágák vagytok, köszönöm szépen. Ugyan. Így van, nagyon boldog névnapot. Ez a Gaga jó jött, köszi Bali. De bent volt, nem éleptem meg magam névnapi Gagával. Lézersó van a cserkeszülői diszkó tetején, valamint Hajdú Sámsonban mérnek a 471-esen fehér civil Seatból. Viktor küldte nekünk. Isten éltesen névnapod alkalmából, Bazsi. Ez Dávid, ami drága, ez Dávidunk. Küldte nekünk, köszönöm szépen. Balázs napon kötelező a Lady Gaga? Ugye milyen paranoid hallgatóink vannak? Azt gondolják, hogy én szerkesztettem be saját magamnak. Ja, ha betennék Gagát, én nem ezt tenném. Amúgy egyébként. De most nem. Nem ezt tenném meg. Három autó egymásba ment a Budai Rakparton délfelé, a Battyányi térnél. Alakul a dugó, ezt Laci küldte nekünk, igen. És István azt írja, hogy egy tisztelt rádió hírszerkesztő, nem hallottam a hírekben, hol van az említés. Enikő rakva a hírekbe! Névnapja van ma! De már így hívják, hogy Szent Balázs. Szent Balázs. Hát, érted, hát most. Balázsolás, most van a Balázsolás. Sok jót teszi az emberekkel. Szerintem, ha nem is Szent, de hát most már volt tényleg boldog állhatnának. Mondja, Enikő.
Semmi, menekülsz. Csak beszaladtam. Igen? Hova? Csak úgy bejöttél? Miért? Egy pár papírért jöttem. Aha. Mm. Aha. Berántott a kereszthúzat? Illetve itt hagytad a hírekbe, hogy Balázs van. Komolyan vártam már, hogy mikor fog előkerülni ismét a téma. Köszönöm. Na, Bakos Ferenc idegen szavak és szótárnak kiejtések gyűjtemi. Na, nézz utána. Ma már eleget fésülködtél. Szegő. Na, szedd a lábad. Ha, Istenem. De gonoszak vagyunk. Olyan izomlázam van, komolyan mondom, olyan izomlázam van. Na, mit csináltál? Mégis van izmod. Én sem tudtam már. Hogy? Jóga órán voltam tegnap. Nem, hát kérlek szépen, a Mesztelenen, amin a Juli. Nem, elmentem jogázni, mert Viki jár egy helyre jogázni. Nem, erőszakoskodott, de nem akar senki levetkőzni. És most nem tudott elmenni, és beugrottam helyette. Aha. Mondtam, hogy jó, akkor de most nem mond le, elmegyek helyre. Hogy a bérlet ne sérüljön, vagy miért? Mi az, hogy beugrott? Én régen jogáztam, és én vissza akarok menni, mert nagyon komoly és jó mézmukat mozgat meg. Egy néhány gyakorlatot nem fejeztél be akkor. Igen. Még maradt 3 nap köszöntésem. Még van 2 perc, hát majd visszajövök később is. Még a köpőkobra elmaradt. Nagyon érdekes tapasztalás volt, egy pici jóga stúdió, egyébként baromi helyes. Én voltam egyedül pasi. Na, így már jó. És én 50-60 éves, nagyon helyes, nagyon cuki nagyikkal jógáztam együtt. Azért az megvan, hogy kis melegítőn a drágban pólóban ülök leghátul, és 4-5 nagyi kis teát szürcsölgetve én a hátsó sorba brutálisan nyomom a jógát. Ez történt velem tegnap. Milyen érdekes, hogy így zalzásítod Julinak a témáit. A jóga, idős hölgyek, tudod, csak te vagy egyedül. Tegnap egyedül voltam, de nem volt mesztelen jóga, nem volt vetközés. Ez azért jó egyébként, mert bementem, és ők már átöltöztek, de egy öltözőt használunk. És én utára mentem be, ugye, mert ők előbb átöltöztek. Kicsit túlkáltál? Az összeset ki tudtam zsebelni. Elvettem az összes pénztárcát, mobiltelefon. Egyedül férfiként helytáltam, és megmentettem a férfi társadalmat. Nagyon cuki a hely, nagyon jó a jogatanár, nagyon cukik a jogamamik. A jogamamik, úgyhogy nagyot bandáztam velük. És olyan izomlázam van, hogy alig bírom. És hol fáj? A gerinc melletti hátizom, ezek a mély hátizmok, amiket nem nagyon mozgatsz meg más sportoknál. Tegnap meggyújtak. És mit kellett csinálni? Föl a nyakadat a lábadba, vagy a lábadat a nyakadba, vagy valamelyiket? Hát... Egymás nyakadba a lábad, vagy a lábad. Igen. De volt páros gyakorlatok? Nem, páros gyakorlat nem volt. Bemelegítés volt. Én akarok veled. Nem, viszi meg. Az egyetlen férfi. Viszed el a mocskos kezed. Szóval... Nem, nincsenek páros gyakorlatok, egyéni gyakorlatok vannak, gerinc és hátizom erősítő gyakorlatok, illetve nyújtó gyakorlatok voltak, de helytáltam. Mamik nagyon jól nyomták, ügyesek voltak nagyon. És nem volt feltűnő, hogy nem a Viki ment? Megoldottad? Álcáztam magam. Nem, tudták, hogy én megyek. Tudták, hogy helyettesítem, de nagyon helyesek voltak. Helyettesítem. Beugrottam helyettesért, tehát egy jó férj, nem hagyja elveszni a jó órát. Nem hagyja elveszni. Muszáj volt. Azt mondja, hogy gyorsan még egy közlekedés, gyors forgalmi, már teljesen járható, lezárás nincs, forgalom is alig. Üdv, Csilla. Ez az utolsó reggelem Magyarországon ebben az évben. Oh. Sok puszi, írja egy hallgató. Na, memé. Te is elmész. Ha nem ennyi, fogy a magyar. Már így is kevesen vagyunk. Hát igen, de magyarnak lenni bárhol lehet a világban. Hát, de azért nem menjünk már annyi, most miért menjünk már annyi? Hát, akkor, de most érted. Hát dövődök a gazdaság, azért bocsátunk most egy csomó embert a közszolgák közül. Na mindegy. Pici ellentmondás, de se baj. Van ebből sok. Sok. Mindenki elmegy. Nem megyünk el mi is? Hova? De, zene. Majd megyünk, ha menni kell. Igen. Ja igen, ne sietessük a dolgot. Igen, ne sietessük. Jön az. Na. A polisz.hu összeszedte azokat a különböző hatékony megoldásokat, amivel állítólag távol lehet tartani a betörőt. Szemezgessünk, és nézzük meg, hogy hallgatóink mivel védekeznek. Ugyanis azt mondják, hogy nekik van tapasztalatuk ezen a téren, és bizony össze tudják szedni azokat, amivel ha azokat használjuk, amiket ők mondanak, akkor nem jön a betörő. Aha. Nem jön a betörő. És kérdés, hogy ez valóban működik-e, elijesztheti azt, aki be akar törni az otthonunkba, vagy ha valaki jön, és kinézte a lakásodat, akkor semmi nem állítja meg. Mert hogy a polisz.hu azt mondja, hogy elég 5 dolgot feltenni az ajtódra,
ami elriasztja a betörőket. Egy 9 mm-es? Egy levágott lófej. Igen. Egy nagy rács. Nyilván nem jelentenek olyan komoly védelmet, mint egy biztonsági zár, vagy egy riasztórendszer, de mégis azt mondják, hogy jelentősen lehet csökkenteni a betörések számát, ha fölrakod ezeket a matricákat, kirakod az ajtóra, a kapura, és a potenciális betörőket akár el is ijesztheted ezekkel a matricákkal. Na jó lenne megszólalni egy betörő, hogy ő tényleg megijed ezektől a matricáktól. Ennek van valóság. Tehát, hogy megyek betörni, meglátok egy matricát, és valóban elriasztja-e, és van-e bármilyen hatása, hogy elolvas valamit ezen a matricán? Mi a matricán? Meglátja, hogy korézében. Igen. Felsikolt, hogy... Jaj, levonó! Például azt mondja a police.hu, hogy a bűncselekmény elkövetése komoly lebukás kockázatával fenyeget, így ha úgy érzed, hogy téged figyelnek, vagy megfigyelnek, akkor már nem törsz be. Például érdemes ilyen matricát kitenni, hogy vigyázz, szemfüles szomszédok. De már. Ezt nem gondolja ő komolyan a politikától. Vigyázz, szemfüles szomszédok. Tehát arra gondol, jön a betörő bácsi, ezt meglátja, és riadtan körbenéz, hogy Marika néni a szomszéd ablakból figyeli-e őt. Így van, tehát hogy tegyél ki valamilyen matricát, az egyik az a vigyázz, szemfüles szomszédok. Tehát jövök én pici csukjában, egy zsákkal a hátamon, megyek betörni. Aha. Ugye? Igen. Azban üres zsákkal a hátamon, ami majd tele lesz. Vizek kacsát, ludat, kakast, amit találok benne. Találsz. Látom a matricát, hogy vigyázz, szemfüles szomszédok. Akkor azonnal... És nem török be? Minden, hát igen, vagy mindent, ami eldob, minden látban, azt eldobod és elmenekülsz. De nem lehetne sokkal konkrétabb? Marika, figyel! És egy néni van rajta, egy elhúzott függöny mögül, ahogy néz ki félig. Marika, figyel! Igen. Aztán azt mondják, hogy településünkön szomszéd vigyázó szolgálat működik. Aha. Ez már jó, mert hivatalos. Tehát hivatalos, ez egy megszervezett dolog. Igen. Ebben tudok hinni. De az, hogy szemfüles a szomszéd, hát na jó, és ha pont alszik, akkor már nem tud szemfülesnek lenni. De ez azért jó, mert ez feltételezi azt, hogy itt beosztották, hogy ma Erzsi néni. Igen. Holnap akkor a Marika. Holnap után meg az Icu nézi az utcát éjszaka. Ha odaírod a varászót, két varászót, non-stop, akkor már tudják, hogy miről van szó. Érted? Akkor már Marika non-stop figyel. Igen. Vagy én nem tudom, hogy ez valójában elriaszt-e valaki, de tényleg. Tehát ezt, hogy én mennék betörni egy sok-sok milliós ház, és az, hogy vigyázz, szemfüles szomszédok, hát az nem. Pont nem érdekel. Hát de hogyha az összes fel van ragasztva, érted? Azt tettünk, 3 órán keresztül csak olvasgatja a településünk biztonságáért, a Pandúrunk Kft. Felel. A police.hu azt mondja, hogy nagyon jó az áthúzott betörő matrica. De. Ja, hogy ide nem lehet bejönni? Tehát ez jó. Ez okos. Tehát jön egy ember zsákkal a hátán, maszkkal a fején, ezt valahogy megihleted, megrajzolod, papírra veted, majd áthúzod. És ez is akár elriaszthatja. Tehát nem lehet. Tehát nem, itt nincs betörés. No, aha. No betörés. És akkor ott van még mellette, ahogy hívják, szabálytalan? Sáros cipő áthúzva, vagy hívják, áthúzva, a lőfegyver, a kutya. Magnó. És a kutya áthúzva. Érdekesek egyébként, igen, hogy ez valójában mennyire segíthet nekünk, és mennyire véd meg a betörőktől. Okos. Áthúzott betörő matrica. Ez nagyon nagy. Mindemellett számos más kreatív módon is jelezhetjük a betörőknek, aha, hogy nem kívánatos személyek a környéken. Például azt ajánlják, hogy tegyünk ki olyan feliratokat, hogy ne a kutyától félj. Ha nem, tőlem. Hát ez, igen. Tehát gondol tovább, mert akkor lehet, hogy piszta is van nála. Aha, nem. Ne a kutyától félj, és mellére lenne rakva egy komodai varánusznak a képe. Ő az új kedvenc. Mellére rakna néve egy járókeretes nagyitud, egy brutál furkos bottal a kezébe, hogy rohadt. Ne a kutyától félj. Eddig én egytől se rettentem meg egyébként. Ne a kutyától félj. Szellemesek tartják még az olyan feliratokat, és ez is jó lehet, ha megpróbálkozol olyanokat írni, hogy gyere be, nem tudsz ellopni semmit. Vagy gyere be, itt nincs mit ellopni. Uh-huh. Tehát, hogy hisznek azon pszichológiai magyarázatban, hogyha te kiírod, hogy tényleg semmi értelme betörni, akkor valószínűleg inkább egy másikat találnak, nem fognak betörni. Nekem pont gyanús lenne, hát ha ilyen matricát, hogy gyere be, nincs mit ellopni. Akkor rejtegetni valójuk van, nagy értékű, akármi van a lakásban, már azért is bemegyek megnézni. Igen. Azt mondják, igen, hogy nagyon jó a mozgásérzékelő lámpa, az időzített villanykapcsoló, ami ugye fellekapcsolja a lámpát nálad, ha nem vagy otthon, és a mindig üres postaláda. A mozgásérzékelő az ja, jó. Igen, értem. Hogyha elutazol otthonról, azt akkor szokták mondani a postaládát. Hát igen, de hogyha mondjuk azt írod ki, hogy köszönöm, a reklámanyagot nem kérek, nincs ebben a postaládában jóformán semmi, soha, akkor azért, mert hogy kívülről belenéznek, és hogyha tele van nyomva mindenfélével, akkor azt mondják, hogy ja, akkor
nem vagytok otthon régóta, és akkor nem ürítetek a postára. De valójában használnak? Meg kell kérni, a szomszédot. Vagy pedig mi meg szoktuk kérni a postást, hogy máshova dobja be. És amit ajánl még a polisz.hu. Várjál már a ti leveleteket is. Szomszéd, nem leszünk itthon két hétig nyaralunk, addig az összes levelünket dobja már valahol máshova. Én az utolsót nagyon szeretem. Amit még ajánl a polisz.hu, magasra növő tüskésnövények. Tök jó. Aha. Hova bejárat elé? Vagy... Panellakásokba, társasházokba kifejezetten ajánljuk. Magasra növő tüskésnövények, ami arról szól, ugye, hogy rózsacseréket ültetsz a bejárati ajtód elé, ezáltal te sem tudsz rajta átmenni, de a betörő, ha már látja, hogy te szenvedsz az átjutással, már neki elmegy a kedve a betöréstől. Jaj, egy tarackosít minden hátérére beszeleje. Úgy szúrad. Jaj, Istenem, bármi belement a lábamba. Megbötelme rózsa. Az oknim, hogy hívják a paraszt kalászak. De ők egyébként a polisz.hu a matricákat ajánlja. Tehát az mondja, hogy tegyél ki matricát, és ez az autón is működik. Figyelj, a matrica szerintem nem rossz már, hogyha nálatok van kint valami? Hogyha írás tudó az, aki be akar törni éppen hozzá, tehát nem analfabét és el tudja olvasni, vagy erre ő figyel, mert szerintem egy-két jól megfogalmazott matrica, igen, matrica gyűjtő. Hogy például, mit tudom én, Rottweiler tenyésztő, okleveles Rottweiler tenyésztő. Hát én oda már nem biztos, hogy bemennék. Tudod, tehát ugye látok egy matricát, én vélhetőleg akad egy-két olyan kutya, amivel, hogyha szembe kerülök, akkor nem annyira örülök neki. Vagy például, igen, ahogy hívják, ne törj be kollega laki. Szerinted tényleg így mennek betörni, hogy megnézik a postaládát, mondjuk? Csak azt igen, mert akkor nem vagy otthon, ha tele van a postaládát, nem vagy otthon. Mi van, csak nem ürítem, mert lusta vagyok. Én amikor a társaságban laktam, én 3 hetet ürítettem a postaládámat, konkrétan nem tudtam kinyitni, csak így kiömlött rajta az a szórólap mennyiség. Tehát hozzám naponta kellett volna, hogy betörjenek. De soha senki nem tör be. Tehát egy betörő megnézi a postaládát? Hát ez maximum csak társasházakba tudod megtenni. Nem? Hát meg el, hogy azt látja, hogy ott, biztos, hogy, látod. Hogy ott van benne 30 darab számla, akkor lehet, hogy be se tör, mert azt mondja, hogy hát... mit vigyek el innen, igen. Amit láttam én egyébként, és az valójában elég komolynak tűnt, hogy valaki... Légvédelmi nem, valaki megcsinálta a kerítését, és a kerítés mögé csinált egy árkot. Mi van? És ha beugrottál, akkor... Tehát, hogyha te beugrottál a kerítés mögé... Ha beleestél az árokba. Akkor beleestél az árokba, igen. És hangja van. És időnként felugráló pirányákat lehetett látni. Igen, és kihegyezett karók álltak. Az Amazonasból hozott vérpirányák voltak, ami csak ezt hallottat a beugrott vagy zervú, hogy... Igen. Csontváz. És feldobott egy csontvázat a víz. Igen. Szóval, hogy árok volt. Ez azon a környéken, ahol én lakom. Ő ásott egy árkot, hogy ha beleessel, akkor annak hangja legyen, ne érjél egyből földet, és akkor ott mit tudom, karókat tett le, nem tudom, én nem láttam, hogy mi van benne. De hogy meddig terjed az a jogod, hogy te megvédheted saját magad? Hát ilyen eszközökkel sem eddig, ugye? Sem eddig? Árokkal? Hát árokkal. Nem ásatok árkot a kertemen belül? Tehát áramot nyilván nem vezetetek a kerítésbe, volt ugye nagyon sok ügy. De például, ha én ásom egy nagy mély árkot, és a hülye beugrik, és 3 méterre összetöri magát, akkor én birtokon belül megvédhetem magam? Hát szerint... Miért ne ásatnék egy árkot? Én szeretem. Én szeretek úgy Szereted, hogy van árok. De miért nem kell megideologizálni nekem, mi van a kertemben? Hát de akkor, de, mert azt fogja mondani a bíróság, hogy ez az árok azért keletkezett, ott azért ástad, hogy a betörő, amikor na de nehogy már, ha hozzám betörnek, akkor... még a bíróság engem vegyen elő, igen. Hogy én ástam egy árkot, most abban az árokban karókat teszek. Hát azt és akkor mi van? Jön a tesó, és fölmarad a karó. Az lehet, hogy baj. De ha én nem áshatnék árkot egyébként, hát saját lehet, hogy a gyerek szeret játszani a farkasverembe bíróra. Hát most neki ástam. Nálatok van kint bármilyen felirat? Kamera. Van. Nálunk kamera van a társasházom. Felirattal együtt, hogy meg. Azt hittem, hogy csak felirat, nincs kamera. Vigyázz kamera, és tudod, 3 ilyen műanyag kamera. A tudod, hogy van, aki rak föl alibi kamerát. Tudom, csak az üres dobozt. Azt állítom, már kiszúrják, igen. Tehát ezt az észreveszik, az infrán látszik. Tehát kint van a kamera, és az, hogy vigyázz, felvétel készül. Igen. Úgyhogy nálunk csak ennyi van. Nálad van kint valami? Bármi? Van, mert mi be vagyunk kötve. És nem akarok reklámot csinálni. Nem kell elmondani, hogy hova, csak hogy van távfelügyelet? Igen. Hát ki van maga a matrica? Aha. Ez csak azért problémás, mert az ablakomban is leszoktuk húzni. De miért nem teszed ki az ajtóra, vagy a kerítésre, vagy valahol? Mert értem, nem tudom felhúzni a redőnyt, ha elragasztom. De van ennek kapura, kerítésre, csak van ajtó, vagy kerítés. Is ki. Van. Ha? Van hát. Az árok és a karok sor mögött. És próbáltuk olyat, hogy többféle távfelügyeletet raktok, így összezavarjátok őket? Nekem egy időben volt olyan, mikor féltem attól, hogy betűnnek, hogy többféle távfelügyeletet kiraktam. Tehát vigyázz távfelügyelet, vigyázz kamera. Ötféle volt? Nekem most is kim van minden, de valójában van kamerarendszer, meg valójában van távfelügyelet. Tehát szerintem ezek hatásosak.
Azt szokták mondani, hogy minél több ilyen akadályt állítasz a betörő elé, annál inkább meggondolja, mert mindent ki lehet iktatni, a kamerát is, a távfegyügyet, tehát mindent ki lehet iktatni, csak ha már több van belőle, az nagyon hosszú idő, nem éri meg neki. Érted? Tehát ha lácsot kell leszerelni, az egy. Azt megcsinálja egy perc alatt. Akkor, ha a riasztót ki kell iktatni, az megint egy perc. És akkor már annyira hosszú lesz. Akkor sok. Akkor sok. Plusz a levonók az ajtón. Ha mire azt lekaparja? Ha van a külső kerítés. Igen. Mert nincs áram. Igen. Ez egy jó felvetés. Mert a belsőben van. De én telken belül fölhúzok még egy kerítést, amiben viszont vezetek áramot. Igen. Na. Tehát senkit nem... Ajaj, ezek az áramos sztorikon most vigyázzunk, mert mire hazaérsz, már kint lesz az EON. Én nem lopom, nem csak semmi gyerekek. Én beszarib vagyok. De hozzám jönnek, mert én így nézem, amikor jönnek a gázórát leolvasni. Nem nyújtsd hozzá a villanyot. A másik igen, hogy valami kár. Az mondjuk még kellemetlen kimenek hozzá, és nem tudod megmutatni. Jó. Tudom, hol a villanyra, de nem, ilyet nem mennék csak. De például felhúzok egy kerítést, az utcára néz. De a kerítésen belül felhúzok egy másik kerítést, és azt megcsapatom 10.000 volttal. Csak ennyit érzel. Aha. De az már az én, tehát az a telkemen belül van. Abba miért ne vezethetnék áramot? Hát, nagyon jó kérdés. Mert nem a külsőbe, amit bárki megfoghat. Aki bejön. Hát aki bejön, azt veszélyeztetem, de ha már bejött, mi az Isten keresett az én telkemen? Meg hát te lehetsz, hogy hívjál, mit tudom én, érted, ilyen hobbi villanyász. Érted, ez az ezermesterből összerakadtam magamnak egy hullágot. Vagy felrakok két lézernyalábot, és ő, amikor átjön a átjön a kerítésen, még nem sejt semmit. Elindul a ház felé, és egyszerűen lézernyalábot. És leesik mindkét lába. És már csak így a két csonkon próbál eljutni a házhoz. Hát ha bemegyek, hogy az ezermesterboltba, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, nincsen esetleg akciós lézernyalábot. Most mondta a kollégám, hogy lehet esetleg egy vásárolni. Kéne három nyaláb. Én azzal jogsértést követek el? Tehát én azzal emberi életet veszélyeztetek, ha telkem belül áramot vezetek a saját kerítésembe, amihez elvileg nem fér hozzá senki. Meg tudod magyarázni, hogy miért csináltam? Mert féltem a betörőtől, ingóságon belül, telken belül, én azt csinálok, amit akarok. De pont így nem tudod, ez nem magyarázat, mert akkor a betörő... Aha, mert már nem bíz a poloskákkal. Na, tessék, a poloskák ellen jó. Na, tudomásom szerint a poloska nem védett. Érted? A poloskák ellen húztad fel. Elektromos kerítés a poloskák így ellen, van. És a betörő beleakadt. Így van. A botlódottos aknazárat is a poloskák miatt tetted fel, ezért a poloskák miatt van a tél. Emlékeztek arra az ügyre, amikor ugye fagyálót kevert a borba. Igen, ez nem egy vidám sztori. Az nem egy vidám sztori, de érdekes a felvetés. Ugye, hogy ez is hogy történt? Hogy jöttek, aztán ő tudta, és azt mondta, hogy akkor itt van a fagyáló. Aha. Nem feltétlenül jó megoldás. Emberüléssel gyanúsítják, pedig ő tulajdonképpen csak a saját tulajdonát védte. Nagyon érdekes a dolog. Hát ez igen, érdekes, mert mondjuk mi van abban az esetben, hogyha ezt öt fiatal teszi meg, azért mondom ezt a példát, mert erről nekem volt egy beszélgetésem egy ismerősömmel, aki ezt hozta föl, hogy oké, értem, hogy a saját bora, de mi van, ha ezek egyébként 16-20 éves fiatalok, akik megneszelik, hogy ott lehet bort szerezni, és kettő fiú ebből ellop 5 liter bort, és a többiek megiszek, és meg köztem van a bárjá, és köztem van az én lányom. Na, akkor mi van? Bizony. Akkor elviszik a bort, és odaadják másnak. Azért az elég célirányos. És az már mondjuk a történet tovább szövése. Hát, a kérdés itt, hogy megvédheted-e azt, ami a tiéd? Tehát én árokkal például... Nem védheted meg. És fagyálóval se védheted meg, ami a tiéd. A nagy baj az volt abban az ügyben, hogy ő nem szólt. Fél évig történt, folyamatosan rájártak, nem szólt. Majd tett, ugye, fagyálók, az nem jó. Meg tudta, hogy a fagyáló mérgező, mert a fagyálónak a címkén rajta van, hogy ez egy méreg. De én úgy ásom az árkot, hogy nem tudom, hogy aki beleesik, kitöri a nyakát. Tehát azt akarod mondani, hogy jó hiszemű árokásról vagyok. Aha, egy három métereset. De miért? A kertemen belül van egy gödör. Igen. Jön a betörő, beleesik a gödörbe, akkor engem elítélnek, hogy én nekem miért volt egy gödör. Most már kíváncsi az árokra, amit a szomszédás, hogy mekkora lett az árok. Nekem például beugrasz a kerítésemen, akkor ha én leveszem az emésztőnek a tetét, amit már nem használunk, mert csatornát kötöttünk, akkor te beleesel az emésztőbe. Belefulladsz a pöcébe. Engem a bíróság elővesz, és azt mondja, hogy gondatlanságban elkövetett emberölés, vagy szándékos, vagy nem tudom, mert én az emésztőben azért nem hagytam rajta a tetőt, mert féltem, hogy valaki beugrik bíróra, essen bele a pöcegödörbe. Nem, gondatlanságból el. Igen. Csak megnézted, hogy mi van a pöcegödörrel. Szólt a Viki, te bementél, és úgy maradt a teteje, és valaki abba beleugrik és beleesik, akkor az gondatlanságból elkövetett emberölés. De hol a határ? Három karót kirakok,
akkor vártam a betörőt, akkor én megöltem őt. Ha árkotások, az belefér. Ha áramot vezetek, az megint nem fér bele. Ha forró szurkot öntök a kertembe, lerakok három üstöt. Az a baj, a forró szurkot, az fél óra már nem annyira furok. Forró szurkot melegítek. Beugrik a betörő, belehal a forró szurokba. Csokkolom. A kertemen belül én tudtam, hogy abban forró szurok van. Hogy van ez? Telefonáljon valaki, aki ért ehhez. Mondja el nekem. Lángolok kerekeket, gurítasz le a domboldala időnként, amik jobbra-balra lövedékeket oltanak magukba. Na, két kérdésünk van, drága hallgatók. Egyrészt, mivel védekeztek? Egyszerűen Bornemisza. Dobó. Drága hallgatók, ti mivel védekeztek? Miben hisztek? Jó? Tehát kutya feliratú, hatalmas, vérző, harapó, rottweiler felű kutyamatricákat tesztek ki, riasztot tesztek ki. Tehát mivel próbáljátok távol tartani, ha kijöttök a levegőbe lőttök, és aztán visszamentek az ingatlanba? Az is szerintem egy picit melós. Meg indult el, azért megunják a szomszédok, hogy ilyen, vagy naponta háromszor kijössz a levegőbe lősz. Viszont nem jön a seregény. Mindenféleképpen szerencsés. Illetve telefonáljon már nekünk tényleg egy jogász, aki el tudja mondani, hogy mi az, ami még úgymond nem azt mondom, hogy jogos védelemnek számít, de megvédhetem a saját eszközeimmel a sajátomat, és mi az, ami már mondjuk akár emberölésnek számít. Tehát a dupla kerítés és a dupla kerítésen belüli kerítés. Kerítésen belüli kerítés. Jó, és ezt is írjátok meg, hogy mennyi most a lézernek nyalábja. Jó, ki hogy védekezik, segítsetek. Ha matricával, mi van a matricán? Adjunk jó tippeket az országnak, hogy hogyan kerüljük el a betörőt, olyat, mint a police.hu. Vigyázz, szemfüle szomszédok. Anyósnak a képe alatt a felirat. Vigyázz, rosszul alszok. Igen, 8:03 perccel. Jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes, amiről beszélgetünk, hogy a police.hu kiadott egy közleményt, hogy milyen matricával lehet távol tartani a betörőket. Hát nyilván félig meddig azért humorizálunk, nem gondolnám, hogy valaki a matricákat gondolja komoly visszatartó erőnek. A kamerarendszer, a riasztó, a távfelügyelet nyilván sokkal fontosabb tényezők, mint a matrica. Mégis összeszedték azokat, amiket ugye hát ki kell tenni, és akkor a betörők esetleg máshova törnek be. Ez is milyen jó, nem? Menj át a szomszédba, baromi a plazma tévéje van. A szomszédnak sokkal jobban megy. A szomszédnak sokkal jobban megy. Ha ez a ház tetszik, nézd meg, ami mellettünk van. Ne légyes, menj egy odúval, arrébb sokkal több mindent talál. Szóval, hogy aztán elkezdtük... a héten már kiraboltak, az se rossz. Ez is jó, ez is jó. Írtak hallgatók egyébként, igen, ne gyere be, a nap se talált semmit. Szóval érdekes a dolog, ugye arról beszéltünk, hogy megvédheted-e saját magad. Ide kanyarodtunk át a matricáktól, mert hogy nagyon sok olyan eset van, amikor áramot vezetnek a kerítésbe, fagyálót tesznek a borba, és aztán ugye hát az embert lecsukják. Mindenki másképp gondolja, van, aki azt mondja például, hogy a betörő nem rossz ember, és azért, mert ő be akar hozzá törni, neked nincs jogod arra, hogy te elvedd az ő életét. Tehát a kettő nincs... tulajdonképpen, hogy egálban egymással. Igen, nem ugyanaz. Igen. Itt van egy hallgatónk, akinek áram van a kerítésében. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello Rita, ti vezetetek áramot a kerítésben? Hát igen, sajnos igen, de ez nem úgy történt, hogy csak a 220-at bevezettük. Karácsony előtt pont ment az X-faktor, és... Nagyon messze fontos, mert nézte volna. Sajtos pogácsát eszegettem egy kis tepertővel a kedvenc tányéromból. Nem, mert én is ott dolgoztam, itt azért. Ja, az X-faktorban dolgoztál? Igen. Tényleg? Mit csináltál? Asszisztens voltam. Hoppá. Szóval ment az X-faktor, amiben asszisztens volt. Igen, ez az első X-faktorom volt. Na, érted. Nem akartam, hogy az első. Igen, ezek szerint szeretném még ott dolgozni. Értem én. Igen. És ilyen este, ilyen 7-8 óra körül, tehát mondjuk már sötét van télen, akkor Ikerházban lakunk anyukám, Imrén, és jöjjön a szélje itt volt, tehát láthatták, hogy ég az egyik házban a lámpa, másikban nem ég, és bejöttek a kertbe. Felmásztak a tetőre, és már feszegették le a riasztót, és oda voltak téve egy vödör víz. Atya Isten. Tehát láthatták, hogy otthon vagyunk, és még, mármint én nem, de láthatták, hogy otthon vagyunk, és még volt olyan, mint egy vödör víz. A vödör vízet azt a rendőrök mondták, hogy ezt azért teszik oda, mert ahogy leszerelik a riasztót, rögtön berakják, hogy ne szólaljon meg. Ne lehessen hallani. Ja!
Tehát leszerelik a riasztót, és közben ez megszólal, és akkor berakják egy vödör vízbe. Tehát ha látok egy embert a tetőnkön mászkálni egy vödör vízzel, akkor azért... Az lopja a riasztót. Lopja a riasztót. Igen, és akkor... Több helyen is megcsináltak a környéken, és akkor arra jutottunk, hogy valamit most már kell csinálni, mert ugye riasztónk már volt, tehát volt egy cég, amivel szerződésünk volt, hogyha bármi történik, akkor kijönnek, de ez nem volt elég, mert ugye van az embernek egy kertje is, kutyával, gyerekekkel, akármivel, értékekkel, és a bátyám elkezdett utána nézni, hogy mit lehetne tenni. És akkor találta ezt a dél-afrikai céget, akik hát ott ugye azért elég sok probléma van ilyenből, és ott elég komolyan veszik, és egy alapegységet felszereltettünk, amihez ki van építve körbe a kerítésen egy ilyen rendszer. És mennyi van belevezetve a kerítésbe? Azt nem tudom, tehát a műszaki részeket nem tudom, csak annyi, hogy ez teljesen szabályos. A rendőrségre le van adva olyan szinten, hogy már a rendőrök érdeklődtek, hogy majd mi is adjuk meg a elérhetőséget, hogy ezt hogy lehet felszerelni. Ez gondolom nem halálos, csak olyan, mint egy villanypásztor, ami csak így megcsap, nem? Hát mondjuk engem még nem rázott meg, de mondjuk a bátyám aztán megrázta véletlenül. Nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát az ugye folyamatosan, ja, és van egy megszakítás érzékelő, tehát ha elvágják, rátesznek valamit, akkor az jelzi. Akkor megszól a riasztó, kivéve ha az már belevágték. És ez teljesen legális, tehát ezt kirakhatjátok. Ez teljesen legális, a rendőrségre le van adva. És mi van kiírva a kerítése? Ki van írva 2 méterenként, hogy az áram van a kerítésben. Az igen. Nincs odaírva, hogy milyen, meg mennyi, nyilván, de... volt is, aki ezért becsöngetett és megkérdezte, hogy ezt mi hogy gondoljuk, és mondtuk, hogy teljesen szabályos, van róla papírunk, úgyhogy... Ez nem tudtam, hogy ez lehet. Na. Tehát ami nem emberi élet kioltására alkalmas, akkor az volt, hogy engedélyezett. Mondjuk nem lennénk nálad a kerékpáros kézbesítő. Mondjuk, hogyha valakinek pacemakere van, vagy hát olyan betegsége van, jó, nyilván, de hát ezt ugye nem tudhatjuk. Hogy akkor annak milyen problémája lesz belőle, de elvileg ez nem olyan. Különben nem kaptunk volna rá engedélyt. Érdekes, ezt nem hallottam. Megkeresünk. Hát lehet, hogy tartani kell hozzá egy tehenet egyébként, mert akkor már villanypásztor. Tehát nem rossz. Ugye? Akkor már nem mondhatnak ez semmit. Ez olyan, mint igen. A villanypásztor, csak azért annál egy kicsit masszívabb. És azóta nem is nagyon jöttek? Nem. Érdekes módon. De a postás sem. Én egyszer rátaláltatok a postásra, hogy fekszik a bringája mellett, és nagyon kiabál. A kerítés... Ott élet! Azért, így van. Rá szoktak kérdezni, és mondjuk azóta a környéken, mi erdő mellett lakunk, azért 2 háza már betöltek ugyanezzel a módszerrel. Jó. Hát akkor megértem. Azért hozzátok nem tudtak bemenni. Igen. Hát hozzánk nem tudtak bemenni, így van. De jó. Köszi, hogy elmondtad, Rita. Nagyon szívesen, sziasztok! Szia! Hello, 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 hello. Ezt megnézem. Ez komoly. Van ilyen, vannak ilyen cégek, most találtam. Villanypásztor, elektromos karám, riasztók, elektromos biztonsági berendezések. Hát de az villanypásztor, más. Riasztó, intelligens funkcióval, mikroprocesszor vezérléssel. Uh-huh. Elektromos kerítések. Aha. És ott van egy csávó, hogy lopja a csirkét. Tanyák udvarok, szárnyas és víziszárnyas telepek, állattartó gazdaságok, hatékony terület, birtok és vagyonvédelmi rendszer. Az kemény. Duvadak toportján férgek betörők ellen. Nagyon jó. Anyósom egy lépuskával és egy flóver pisztolya védi magát, egyszer kellett használni, a tujjam mögött bújt meg az ember, 2 lövése talált. Azóta villanypásztor van a kerítésbe építve. Tehát azért ezt sokan csinálják. Jézusom. Van egy ugatós, de nem harapos ebünk, és van egy roppant kíváncsi szomszéd. Ha jön valaki 0:30 kint van a hölgy, ha nem vagyunk otthon, azonnal tudatja 2 utcával odébb élő anyósomnak. Segítetek! Itt vagyok, van itt valaki, senki, hol a szomszéd? Egy ilyen szomszédnál egyébként nem kell több, nem? Ha van egy ilyen, mindig kint állatszal, nincs baj. Azt mondja, hogy harmadik betörés után magas fűdamil törött üvegek, egyszer volt kis vér, de a házba senki nem jött be. Jaj, hát igen egyébként, tehát, hogy a vidéki portál, a mai napig lenni, ha belenyúlsz. Igen, mai napig is divat az, hogy a kerítés mögé belőre teszel egy nagy, hosszú, széles lécet, amiben százaszögek vannak beleverve. Ezt este leteszed, reggel fölveszed. Mm-hmm. Minden olyan eszköz... Igen, az új kerítést csináljátok, csak még nem fejeztétek be. Minden olyan eszköz használható és berendezés, mely nem aránytalan az elérni kívánt céllal, tehát ha betöréssel szemben akartok védekezni, akkor nem feltétlenül olyan módszert választhatok, ami biztos kioltaná az emberi életet, de árok is jó lehet telken belül, ha mindenki számára
számára jól látható helyre teszitek ki az erre vonatkozó figyelmeztető táblát, innentől kezdve a kedves betörő eldöntheti, tovább áll-e, vagy a kerítésen a jelzés ellenére igen. beugrik, és sajnos kitöri a nyakát. Tehát nagyjából ez a megfogalmazás. Ha jelzed, és telken belül vagy, akkor kirakhatod. Meg is van, akkor ki kell írni a táblára, hogy vigyázz mély árok karókkal a taposó aknák és a magas feszültségű vezeték között. Valaki azt írja, hogy futtassak babot a karon. De durva. Bíró, én csak babot futtattam. Na jó, de mi három éjt ember. Tehát, hogy babot kell futtatni. Egyébként jó, én azt gondolom, hogy nehogy már a betörőt sajnáljuk, de tényleg. Nem sajnáljuk, hanem... Miért van, hogy bejön, érted? Amerikában lelőheted. Lelőheted. Nem tökölnek. Bárhol. Nem, az nem igaz. Lelőheted. Jó, most bírtak belül. Nem. Oké, tehát ha kimész már ott az utcán, nem. Arra kell Amerikában... hogy kimenjen. Vagy pedig vissza kell húzni. Igen, nincs, hogy védjük a betörőt, meg a betörő jogait, meg a betörő és ember. Kit érdekel? Te otthon vagy, kiszolgáltatott állapotban, ha beleesik és karóra húzza magát, nehogy már engem vegyen elő a bíróság, nem raktam ki, hogy karó van. Mit keresett ott a házadon belül a betörő? Essen bele a karóba. Miért a betörőt kell védeni? Na nem védi senki a milyen betörőt, téged véd. Milyen szándéka jött kettőkor? Betörési szándéka, de nem betörési akart megölni szándéka. Téged. Érted? Csak tehát ő nem megölni akart, ő el akarta vinni a színes tévédet. De meg ne az akarja elvinni a színes tévédet. Számoljon azzal, igazad van. Számoljon azzal, hogy akkor beledöglik. De akkor nem, nem ölheted meg. Napodban, de a rádióban. Nem ölheted meg, mert ő nem akart téged megölni. Ha szemet szemért elvre hivatkozol, akkor nem ölheted igen, meg. A jogos védelem önvédelem is arról szól, igen, hogy egyenlő igen. arányban kell így neked van. Megvédened magad. A sötét belig néz felmérni. Nálad mi van? Bézból ütő. Várjál, hozom. Most már nálam is van. Fém. Basszus. Igen, nálam van. Ha ő elvitte a tévédet meg az aranyadat, akkor visszamész hozzá, és ellopott a tőle a tévéjét és tudod, az aranyát. Tudod, mit mondok én? Hogy szebb világ lenne az, ha karót tehetnék, és nem ítélnének el. Érted? Nem így van? Ne akarjon betörni. És akkor egy gyerek a szomszédból átrúgja a labdát, aki átmászik hozzád, és beleesik a karóba, és akkor na mit jó. mondta? Nem jó. Na gyerekek, jó, ez meg van. Én kérem ki magam, elrugdoss át az büdös a labdát. Érted, letörj ott a bizantémokat. Nem a betörőkkel vagyok, hanem azzal vagyok, jó, hogy épp észre kell gondolkodni. Jó, akkor este teszem ki a karót. Aha, és este nem mászom este, el a este? Tessék, hashtag. Este már nem labdásnak a gyerekek. Ki. Este az ágyban van a helyük. Az is igaz. Jó, de ezek lehet, hogy fanatikus gyerekekért éjjel-nappal rúgják a bőrt. Én szeretném, ha le lehetne lőni. Lőjük le! Hát de nem lőhetjük. Lőd le! Lőd le! Nem lőheted le! Mert le. Mellé lősz, csak arányos. Elnézést magának 9 milliméteres van? Igen, jó, mert állam 762-es. Akkor párbaj, 10 lépés egymásnak hátra, megfordulunk és aztán lövünk. Mondjad. Költözzel Amerikába először is, tehát európai jogrendben ez sajnos nem. Beszéltem Gáborral, aki jogász, és ő azt mondja, hogy semmi olyat nem lehet, tehát itt az arányos is ez nem egészen így van, a 21-22-es paragrafus kell megnézni a BTK-ba, az van, hogyha árkot ásol, jogodban áll, de ha már karót teszel bele, nem. Tehát semmi olyan nem állja meg a helyét, ami az ember élet kioltására való. Tehát kerítésbe akkora feszültség nem lehet, hogy meghalljon. Akkor lehet, hogy figyelmeztess, hogy akkorát csapjon, mint egy villanypár. Hát csak így jussunk már el odáig, hogy a betörő nem tudott olvasni, ezért én tehetek arról, mert nem olvast el, hogy árok van a kerítés másik oldalán. És ha ráadásul egy hátrányos helyzetű betörőt nagyon hátrányos helyzetű betörőt fogta, mert nem tudta elolvasni. Kereste egy szegény rokkant nyugdíjast, aki azért tör be, mert, és te kinyírod. Honnan tudjam, hogy mekkora karótól hal meg? Egyáltalán nem lehet karót tenni. 30-as karókat teszek rá, hogy szúrja le meg a lábát. Igen. Egyáltalán nem ha a lábában megy, csak megsebesül, ha a popsiába, akkor nagyon hát fáj. Megszúrja bokáját? Nem lehet, de áramot se, ami olyan feszültség, hogy meghaljon. Nem lehet. Ez van. Tehát ha elkapsz, ezt a példát mondtam, hogyha mi van, hogyha bejönnek hozzám este sötétbe, megfogom a vázát, fejbevágom, és meghal. De figyeljünk, hogy hogyha beletenyerel a például az üvegszilánkokba, és elvágja valamelyik erét, és elvérzik ott a kapu mellett, akkor mi van? Akkor, hogyha olyan dolgot tettél, ami emberi kioltásra alkalmas, tehát hogyha mondjuk egy árokba beleszórtál üvegszilánkot, akkor elő fognak magát akkor is, hogyha átmászik a kerítésen, megcsúszik, az véletlen, ez viszont tudatos. A kerítés tetején ott vannak ezek az 5 centis kis tüskék, amik egyébként minden azzal a szándékkal indult el, a kerítésén hogy betörjön hozzád. Hogy betörjön. Igen, nem azzal, hogy megöljön. Hogy beledöglik. Én veled vagyok, csak az európai jogrendben. Hát ez nem így van. Elindultam betörni, de te meg akartál ölni, te milyen rossz ember vagy. Számolj azzal, tesó, hogyha bejössz, beledöglesz. Jó, mondjuk, hogy semmi közöd ahhoz, hogy itt mi van, ezért az ember megdolgozott, megvédi a családját, számolj azzal, hogy beledöglesz. Nem akarok szegény betörő adni, nem ha... számolt azzal, hogy meghal. Kit érdekel? Ez jelen esetben nem érdekel. Nem veheted el az életét. Igen. Értem. Ennyi. Megvédheted. Direkt vagyok kicsit demagóg, de élvezem. Tulajdonképpen így is gondolod. De kicsit élvezem, hogy egyébként meg nehogy már őket védjük. Jó, mondjuk, hogy én
betörölnék, biztos, hogy mindig rövid nadrágban mennék, és előtte bedobnék egy labdát a kertbe. Honnan én csak tudjuk? A labdámat kerestem. Honnan tudjuk, hogy ő nem alkalmas ember életkioltására? Nem mondtuk. Azt mondta. Ő megérkezik, én megérdek, ő fejbevág engem, megöl, akkor mi van? Akkor én nem tudtam magam megvédeni, mert nem őt nem ölhettem meg. Betörő készlet, te a betörő készletét akarod felhasználni, arra, hogy megöljön. Te vagy a tisztességes polgár, ő meg a bűnöző. Te a bűnöző jön egy 16-os kulccsal a kezébe, érted? Elvileg meg lehet vele szerelni egy nyerget, ha a gyereknek kicsi fölemelet, de fejbe is lehet vele valakit vágni. Lehet, ő alkalmas arra, hogy engem megöljön. De én nem áshatok karót, akkor és nem ölhetem nem. Meg. Akkor azt mondod, hogy kulcssal vagy? Én kínai vázával fejbe vágod, meghal. Okay, de akkor nem ítélnek el, ezt mondta a Gábor, akkor nem ítélnek el, mert jogos önvédelemről van szó. Úgy alakult, így hogy megölted. Azt mondta nekem, hogy a saját lelkiismereteddel kell innentől kezdve elszámolni. Semmi mással. Ez mert ez hirtelen történt egy olyan szituáció, hogy megvédted magad. De előre nem szabad ilyet tervezni. Igen, nem vagy köteles kitérni a jogtalan támadás erről. A lelki részével, amit foglalkozik valaki, tehát hogy az a betörő lelkével, nem azt én leszarom, hogy hanem hogy amikor bejön valaki a lakásodba, és halálra rémül a gyerek, halálra rémül a feleséged, senki. És oké, és nem történik igazából semmi extra, mert hogy egyébként mit tudom, elzavarom, rajta kaptam, nem ölöm meg, stb. De basszus, egy olyan traumát okoz azzal, hogy bejött éjjel a házba, amit soha nem gever ki lelkileg, sem a gyerek, sem a feleség, sem. Így van. Azzal senki ezzel nem foglalkozik valaki? Nem, ezért enyhítettek a jogos önvédelmet, tehát kaptál most már lehetőséget megvédeni magad. Igen. Eddig sokkal szigorúbban változtattak pár éve a BTK-n, most már meg tudod magad védeni. De a lelki odával senki nem foglalkozik. Fegyverbe magyar. Mindenki vegyen puskát. Igen. Na jó, játszunk, elment az idő, úgyhogy hírek után kivételesen. Jó, 5 perc múlva 8 óra jövünk mindjárt. Mi ez? Ha mindjárt jövünk, egy te kult. Mondtad. Egy, és el kell menni reklámra, gyerekek. Nincs idő. Jó, hajrá, csináljunk. Felhúztam magam. Most megyek ás karot. Jó, de megyünk. Hölgyeim és uraim! Besatolni. Hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Többen kérdezitek, hol maradt a játék, bepótoljuk. Csak picit elbeszéltük az időt, és ezért átlógattuk 8 óra utára, de természetesen nem marad el. Mit gondol a játékunk? Úgyhogy mindjárt pótoljuk. M1-esen a 108-as kilométernél a hídról mérnek a rendőrök Hegyesalom felé. Boldog névnapot, Bali drága vagy. Köszönöm szépen. Dávid 94. Nyíregyháza az 5-ös utcán a 29-es szám környékén a kerítés tetében üvegdarabok vannak. Én azt hittem, hogy ez közlekedés. Bebetonozva évek óta. Hát ha arra jársz, akkor közlekedés. Belvárosi utca egyébként, így van. Azt mondja, hogy azt nézzük még, hogy mi a helyzet az utakon. Budai alsó rakparton van egy 3-as koccanás, emiatt igencsak lassú a haladás. Valamint ez egyébként a Margit híd után a Rákóczi híd felé van, úgyhogy ott egy picit lassulásra kell számítani. M1-es autópálya Lébénynél, Hegyeshalom felé, migránsok a pályán, hatóság is jelen van, 5-6 nem tudom, mi bütykös taxi redikülte nekünk, valamint mérnek az M1-esen a 108-as kilométernél, ezt lehet, hogy mondtam már. Hajdúsámsonban mérnek a 471-esen, civil fehér Seatból üzente Viktor, és a Cserkesz szőlői diszkó tetején lézersó van. Hogy ezt most köszönjük. Nagyon fontos. Nagyon fontos információ, köszönjük szépen, hogy ez most az autókat lövi, vagy csak egy afterparty van, és még reggel 8-kor is tart, ezt sose tudjuk. Most már nem érvényesül annyira, de egyébként sötétedés után nagyon üt. Egyszer nagyon megnézem a Cserkesz szőlősi diszkót egyébként. Nagyon jó hely. Biztos. Felénk van. Igen? Bár felé van? 44-es úton. Na. És a bulik lehet. A nagy bulik lehetnek, igen. Köszönjük az SMS-eket, lezártuk a témát, ugye arról beszéltünk, hogy ki hogy védi meg magát, pro és kontra, elmondtuk az érveket. Még mindig nagyon sok SMS jön, drágák vagytok, köszönjük. Ezt lezártuk, viszont játszunk, mert hogy van egy elmaradt játékunk, méghozzá ugye a Mit mond Dóra játékunkat hagytuk el, de már itt is van, hallgatom. Visszafelé beszélünk. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol? Halló. Sziasztok, jó reggelt, Idna vagyok. Idna!
Andi. Andi. Hello, Andi, jó reggel. Ciao. Jó reggelt. Boldog névnapot, Balázs. Mondanám, hogy ne mondd, de olyan jól esik, és annyira kedvesek. Na hát most kaptad meg az ajándékot, szóltunk Andinak, hogy mondja azt. Így van, drága vagy. Bizony. Milyen szerencsés ember a Balázs Pali, nem? Évente kétszer is felköszöntük. Hihetetlen, most van a mokkával itt a Balázs Pali. Andi, mivel foglalkozol? Hol vagy most? Mit csinálsz? Én ebédet szállítok. Ebédet szállítok. És jelenleg Érden vagyok. Oda viszed, vagy onnan viszed valahova az ebédet? Viszem, idehozom. És mit szállítasz? Ebédet. Az oké, de hogy mi az ebéd? Hát gondoltam, kicsit beszélgettünk, barátkozunk. Mi a mai menü? Mit kért a nénye, akinek viszed? A nénye. Rengeteg menünk van, úgyhogy sajnos így darab számra, vagy nem tudom neked felsorolni, viszont a céget sem, mert nem a reklámhelyezni. Hát a céget nem. No, az, hogy egy kis ételhordóba viszel egy piskolta kockát, csokoládé öntette. Nem, egy nagyobb ételszállítónak szállítok ebédet. Ja, értem, azt hittem, hogy ez ilyen kis... három fakra beosztott kis ételszállítóval rohan szépen, és készülsz átadni valakinek az ebédet. Jól van. Na, mit választanám? Híres ember, szólásmondás, és tárgy. Legyen a tárgy. Gondoltam én. Indítjuk az órát, figyelj. Fél perc lesz, jó, figyelj. Elindult az óra. Mumbleautos. Elejét nem értettem így telefonon keresztül. Még egyszer kérdezem. Mumbla. Mumbleautos. Mumbleautof. Fotoalbum. Úgy van. Aj, de jó vagy. Úristen, de jó vagy. Így van. Mumbleautof. Fotoalbum. Aj, de jó vagy. Megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Pedig az esnek értettem a végén. Először úgy próbáltam fordítani. Jól van, ez nagyon gyorsan, nagyon flott volt, és nagyon gyorsan ment. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Szép napot nektek. Szia. Ciao. Hello. Mi van Balázs Palival? Nem hát. Tudom, de a hajam mindig úgy néz ki, mint egy tálien kínai tészta lenne. Romantikus sztár. Egy jó patály, rizs tészta. Egy kicsi szerecsendiót, egy kicsi koriander. Én úgy látom, kurkumás. Semmi, a zöld darabok nincsenek meg. Friss koriander. Igen, gyerekek, ez a göndörhaj, ez egy nagy istenverése. Tehát, hogy ezzel nem tudsz mit de csinálni. De ilyen? Tessék? Ne. Szerinted ondolálja minden reggel? Uh-huh. Én szerintem ilyen haja van. Begöndöríti hát minden reggel. Nem áll. Ez nem lehet. Van egy hajvasaló szettje. Igen, és vagy vizes hajjal motorra ül, és hogy összefújja a szél, akkor begöndörödik. Nem, ez göndör a haja. Hát hihetetlen. Úgy néz ki, mint egy ilyen letaposott migráns kerítés. Szegény Pali, jó van most a mokkában, azért beszélünk róla. De Isten éltesse, bármi is történik. 20 éve van már a színpadon, és még mindig visszatapsolják. Azért 20 év nem kis idő a színpadon. Az még gombocból is. Rocker volt ő is annak idején. Igen, de hál' Istennek. Végig is Csabai rocker, és aztán elbeszélték róla. Elkezdett pénzt keresni. Mondták neki, hogy ja. Pali, nagyon jó vagy, hagyd a fenébe az egészet, csinálj valamit. És akkor elkezdett mulatosat énekelni. Oké, gyerekek, 8 óra elmúlt. Igen? Na! Íz lett az ab. Milyen zab? Hát akkor nézd a Ferire, légy szíves. Igen, én csináltam neki zabot. Csináltam. 6 óra után nem, hogy korán van. Igen. 7 óra után azt mondtátok, hogy nem. Igen. Mert igen? Korán itt vagyok. Van. Na, itt ülök. Tessék. 8 lehet, hogy most már így késő. Van. Persze. Jöhetnek az ajándékok. Ne, akkor hozzászoktál az érveléshez. 8, mert már, még nem. Most már ne kéressétek magatokat, most tessék lehajolni az asztal alá, elővenni az ajándékot, azt mondani, hogy Bali, gondoltunk rá, bemászni az asztal alá. Igen. Elővenni az ajándékot, és azt mondani, hogy Bali, na hát mégiscsak a névnapod van. Basszus, adjál már neki valamit, hogy lapozzunk. Adjál te? 9 után? Jó. Ha nem hoztátok be, bent van a szerkesztőségi szobába, de még be kell hozni. Kint van a kocsiban. Kint van a kocsiban? Igen. 9 után is örülök. Nincsenek meg az ételminták, amiket tegnap összekészítettetek az ANTS-nek. Hozasd már be a pincéreiddel, vagy valami. Hát nem mi. Ugyanúgy örülök 9 után is az ajándéknak, mint 7 után. Nagyon jó. Jó? Tehát ez ne riasszon el. Te mikor? Hát most akkor nem kapom meg, most már kint van a kocsiban, 9 után abszolút. Kint van a kocsiban? A tiédben. Benhagytam a metróba. Jó, értem, hogy húzzátok. Akkor ez most valami nagy lesz, úgy érzem. Nem adjátok át 7 után, nem adjátok át 8 után. Tehát ez valami nagyon jó helyen kapizsgálsz. Nyugi. Ez nem jó. Itt valami turpiság van, összedugtátok a kis buksitokat, és ami egészen nagyot találtatok ki, Balina. Lassú vízparton. Figyelj meg, jó lesz. Úgy fogsz örülni neki már. Addig olyan fél lábom. Érzem én? Jó, nem sírjön. Nem szabad az ajándékot, nem szabad kierőszakolni. Az jöjjön magától. Az magától kell jöjjön. Akkor 9 után. Oké.
Jó van. Örüljél. Örülni fog neki? Ó, nagyon. Tehető? Tárgy? Meg is eltett. Akár persze. Sárga? Nem? Sárga? Miért lenne sárga? Nem. Próbálok. Mi eset fogsz utána, ha megesz. Igen. Na, megetetjük a kis dögöket? Mert hogy volt egy kísérletünk, ugye, két nappal ezelőtt. Hogy a fenébe ne? Teszt a lelke rovatunkban, mi elkezdtünk egy kísérletet, mert hogy láttuk a reklámban őket. És ugye arról szól, hogy instant akváriumod lehet, ugye a teszt arról szólt, apró kicsi sárkányhalaid lehetnek, vagy mik ezek, pici rákocskák, nem tudom. Rákocskák, igen, de úgy néznek ki, mint a kis sárkányok. Úgy néznek ki, mint a kis sárkányok, és beleöntöd ezeket egy akváriumban, pici műanyag akváriumban, beleöntöd először az instant rákokat, amik porformájában nagyon sokáig időznek, megetteted őket, és 2-3 nap múlva... Már miután kikelteketeted meg őket? Nem, már mikor nem keltek ki, akkor is szortunk be nekik kaját. Tehát, hogy legyen kaja. Még akkor. Na mindegy, szortunk. És 2-3 nap után meg kell őket finoman etetni, és állítólag ezek a halak ugye kikelnek. Nem halak, rákok. Hát, jó, hát bocs, csak hát ha már egyszer... Jó, egyre akváriumban víz, hát van belőle valami. Ami úszik, ami a vízben úszik, érted, ha nem kiabál segítség, az hal. Az a durva, hogy valami kikeltek. Ah, hát ki hát? Én minden reggel nézem őket. Valami kikeltek. Pici, apró lények úszkálnak a vízben. De. Nem csak zavaros a víz? Nem. A kaja maradék, amit Viki beleöntött egy kilót? Ne, de utána lecserélt a vizet, és azóta hozottunk, illetve Anna, ez egyik kedves ismerős, nagyon szépen köszönjük neki innen az ételen keresztül, és hozott nekünk újra táplálékot. Egyébként a hagyományos száraz bolhával is lehet őket etetni, csak össze kell egy picit morzsolni. Uh-huh. És a magyar neve az, hogy pajzsos rák. Pajzsos? Pajzsos rák. Na mutasd. Hát, nem lesz. Nagyon aprók. Még nagyon picik. Nagyon picik. És állítólag olyan 25 fok körüli hőmérsékleten kell tartani őket folyamatosan. Majd még melegítem is a vizet a gelebembe. Mi? Jó, hát ez koszos, passzus. Nincs ebben semmi. Felé, aminek életet adtál, azért felelősséget az kell vállalnod. Így van, ők most már te kölykeid, a terákjaid. Nem, mert nem én öntöttem bele őket a vízbe. De most ebbe is te fogdasd őket, nincs. Akkor ne is nézzek. Ezek buborékok vannak, koszbuborékok vannak az akváriumban. Hát nézd meg, végig koszos. És szerintem abból levált 5 darab, és azt nézitek ráknak. De tényleg? Nem, egy ideig úgy tűnik, hogy a koszlevegetben van. Levált a kosz innen, az oldaláról, és ott úszkálnak benne, azokat nézitek ráknak. Nem, árpa van a szemüvegeden. Egy árpa a szemüvegeden. Csak amikor felgőzölted a kapucsinhoz a tejet, akkor ráfröccsen. Tejhabos a szemüveget. De nem, mozognak. Mozognak. Nagyon-nagyon sok. Az egyik kedves hallgatónk, Zsombor, küldött nekünk egy nagyobb összeállítást a webmailünkre arról, hogy mit kell tudni ezekről a rákokról. Állítólag ők már 400 millió éve itt vannak velünk. Ezek a rákok. Aha, most nem, ő konkrétan, mert csak egy hónapig lesznek itt. De, hogyha még valami kis ilyen kis sodert is szóltunk volna alá, akkor azok, amik elpusztulnak egy hónapon belül, oda már lerakták volna a kis tojásaikat. És gyakorlatilag... nincs soder, nincs tojás? Hát az a baj, hogy nem tudjuk majd nagyon szétválogatni. Tudod. Mit? Na jó, hát de akkor gyerekek, ez a tojásokat meg a ízék, mert a tojások iszonyatosan picikék, és amikor még ezek elpusztulnak, remélhetőleg jó hosszú ideig fognak élni, ami náluk azt jelenti, hogy mondjuk egy hónap, akkor azután ott maradnak utánuk a kis tojások. És? Mert hogy ők szűznemzők. Hát és akkor kikelnek a tojások, és örökké lesz most már sárkány. De, jó, de egy után azért besűrűsödik ott a történet. Én hogy szűröd le? Aha, jó, hogyha vizet cserélnék. Aha. Vagy egyre nagyobb akváriumba rakjuk őket? Na, de minden esetre működik ezek, gyerekek. Működik. Azt írja, aki osztrák halak, vízben él, osztrák. Osztrák halak, vízben él, osztrák. Osztrák. Made in Austria. Nem, csak... Ezek osztrákok. Beszélek. Kiváló beszélek németül. Na jól van, oké. Okay. Egy érdekes cikkel megyünk tovább, szerintem ez is megosztja majd a hallgatókat, mert hogy... Ugye, akiknek gyereke van, azok előbb-utóbb szembesülnek azzal, hogy a gyermek akár egyest is kaphat. És van most egy ügy, amit sokan sokféleképpen gondolnak, mert hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma közoktatási államtitkársága szerint nem jogszerű, ha a gyermek egyest kap az órán beszélgetés vagy tanszer hiánya miatt. Ugyanis történt, hogy egy iskolában kiosztottak azért egyes... Tölti, egyszer, a bakony, hogy a bakony, bicsár! A király a legkisebb lányát, odagon, Anni, a szomszéd király fiának! Nem, nem ez történt. Ezek urafi, nyemgérjük el a lányukra!
hanem a szomszéd király legkisebb fiára gerjed. De ne, itt most már meg kell fejezni, mert... Forratáról. Szóval egyes kapott a gyerek azért, mert nem volt nála tornacuc. Egyes kapott, és ebből óriási balhé lett, és állásfoglalást kértek egyébként. Állásfoglalást kértek a tanárok, hogy mit kell most csinálni, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalt az ügyben, és azt mondta, hogy nem jogszerű, ha hiányzó felszerelés vagy órai beszélgetés miatt egyest ad, tehát nem lehet adni. Már tulajdonképpen. Nem, tök igazuk van, mert nem a tantárthoz, nem a tantárthoz kapcsolódik. Kapjon egyet. Azt szeretem, ha vitatkozunk. Az a baj, hogy nincs más fegyver a kezében a tanárnak egyébként. Már? Erre. Hogy meg mondjuk a... Hát reális az egyes, hát nem készült fel az órára. Mi az, hogy nem jogszerű? De tehát, hogy ez pontosan ugyanolyan, mit a tornát? Otthon megtanult a fekvőtámaszt. Például. Én tudom a fekvőtámaszt, tanár úr, most hogy nem hoztam tornaruhát magam, de hogy nem készüljön fel. Én tudom. Tehát, hogy nem hoztál azokat az eszközöket, amikre szüksége van azon a bizonyos órán. Ez pontosan ugyanolyan, hogy nem tudod elvégezni a mit tudom én, a mértan feladatokat, mert nem hoztál magad a szögmérőt, meg körzőt. De szorgalmi jegy. Nem voltál szorgalmas, mert nem raktad be a tesi cuccodat, érted? Nem az adott tantárra vonatkozó jegy. Tehát te attól, hogy nincs nálad a vonalzód, te attól tudsz számolni. De mi az, nem, várj, de az, hogy te elviszed-e vagy sem azokat az eszközöket, amik neked a tanuláshoz szükségesek, az nem a szorgalmadról szól, ez egy teljesen, ez az alap. A szorgalom az ezen felül van. Nem, ez a... Hát dehogy nem, de szorgalmas vagyunk, mert beraknom a ceruzákat. Igen. Igen, nagyon szorgalmas, hogy van nálad színes ceruza. Ja. Látja, milyen szorgalmas vagyok? Van nálam egy radír is. Oké, hogy van nálad radír meg ceruza, de attól még te nem tudhatod mondjuk a, nem tudom mit, a matekot. És attól, hogy nincs nálad ceruza, attól te még lehetsz ötös matekból. Érted? Nem adhat egyes matekból azért, mert nincs nálad a ceruza, akkor mondja azt, hogy gyere ki a táblához, ha nem tudod megoldani a feladatot a krétával, akkor egyes. Jó. Én szeretem, hogy vitatkoztok, én most csak kérdezek. Jó. Mindkét oldalról. Parancsolj. Mert úgy látom, hogy vannak, akik ellenem vannak, vannak, akik mellette vannak. Aha, kérlek, szólíts meg valamelyikünket a nevével. Vagy héte. Megszólítalak téged, János. Hogy fegyelmezzen akkor a tanár, ha nem tud ezért egyest adni, milyen eszköz marad a kezébe? Hát én azt mondom, hogy adjon érte egyest. Ő ja. Azt mondja, hogy adjon. Hogy fegyelmezzen az a tanár, aha, akinek nincs más eszköz a kezében? Mert hogy elvileg most már ugye megmondják, hogy a tanár ezek szerint mire adhat egyest, és mire nem adhat egyest. Így van, írni lehet a szülőnek például egy írás. Hogy kedves szülő, tegye be. Kedves szülő, Ferike, Robika, Janika, Petike, matematika órára való felkészültsége hiányos volt, nem hozta a logarlécet magába. Testnevelés órán Zolika nem tudott részt venni. Nem volt nála abakusz. Nem volt nála egyik tornacipője. Érted? És akkor erre lehet valamit írni, és azt lehet bevezetni, hogy három ilyen figyelmeztetés után nem tudom, mi történt igazgatói. Értem, de akkor a tanároknak törvény van arra, hogy most már mire adhatnak egyet, és mire nem? Vagy most már ezt is törvény ezt szabályozza? Tudom, törvény szabályozza? Hát elvileg igen, hát állásfoglalást kértek, ugye? Az más az állásfoglalás, meg a törvényi szabályzás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ő csak azt mondta, hogy nem. A szakállamtitkárság azt válaszolt, hogy a tanulói teljesítmény mérése, az érdemi, az osztályzat megalapítása nem büntetési eszköz, nem lehet fegyelmező intézkedés. Én velük vagyok, egyébként szerintem tényleg nem lehet, de ez még nem törvény. Tehát ez szerintem egy javaslat. De én velük vagyok. Tényleg nem adhatsz azért egyest valaki. Dehogy nem. Nem hát adhatsz matekból de. Egyest. Valaki mondjuk küzdött. Nem hoztad el a felszerelésedet. Hát, nem figyelj, készültél fel az órára. Hármas és négyes között lebegsz valahol. Igen. És küzdesz azért, hogy neked négyesed legyen nyolcadikban. Hadd mondjam már végig, mert beszámítják de a jegyedet. A jegyedet a középiskolába. És te azért fogsz hármast kapni, mert egyszer véletlenül elhagytad a izéket. Fordítsuk meg a dolgot. Akkor hogy lehet az, hogy mondjuk akkor ugyanígy, akkor mondjuk arra se kapjon mondjuk jó jegyet, vagy jobb jegyet, hogyha mondjuk a hármas, meg a négyes, vagy a négyes, vagy az ötös között van. Igen. Egyébként, mert hogy ő nagyon szépen vezeti a füzetét. Ne is kapjon. Nem. Vagy akkor külalakra se kapjon, nem akkor azt se számítson. Nem. Hát miért tudál, nem? Mert ez nem, a matematika nem az a szépsége a mateknak, hogy te szépen rajzolod le az ötöst. Attól még lehet valaki is zseni, hogy csúnyán ír.
Ne a szép, miért adnék ötöst arra, mert hű, de szépen kerekíted hát, akkor ilyen alapon ne vezesse a fizetet se. Érted, de ne csinálj a házi feladatot. De tanárra, én hát itt van a fejemben kevered. Minden. Miért kéne leírnom? Tehát, hogy ne de azért, mert számot kell róla adnod, le kell írnod. Persze, hogy le kell írnod. Figyelj, van egy követelményrendszer, ennek a követelményrendszernek meg kell felelni. Tehát, hogy a követelményrendszernek az a része, hogy annak a gyereknek minden, ott kell lenni egy postaírónak, ott kell lenni egy mit tudom én, egy tollas. Mi van? Mi nem hallottatok még a postaíróról? Kell is bevinni. Én ma reggel csak hármat adtam a Bennynek a kezébe, hogy legyen nála. Vigyél magaddal, kisfiam, ha más, mert nincs, adjál neki. Na, de térjünk vissza az eredeti témához. Tehát, hogyha ennek a gyereknek elő van írva, hogy arra bizonyos órára neki azzal kell felkészülni, vagy azzal is, hogy bizonyos kis eszközöket vigyel magával, és azok nincsenek ott, hát akkor kérem szépen, akkor nem készült fel az órára, akkor kapjon egyest. Attól ő megcsinálta otthon a leckét, megtanulta a leckét, de otthon felejtette azt, amit te kértél, a körzőjét otthon. És mit fog csinálni? Órai munkára, akkor ő nem kaphat. Akkor az órai munkára nem kaphat az a gyerek például elégtelent azért, mert hogy nem vitte el azokat az eszközöket, amik kellettek volna az órai munkára. Nem, mert véletlenül gyerekek mindenki vegye a körzőjét. Nincsen körzem otthon, hagytam, viszont tudom, ez elméletét, de most ez egy gyakorlati foglalkozás. Azért kaphat egyest az órai munkájára, mert nem figyel oda, mert rendetlenkedik akár a felsőben is, van szorgalom? Ott is van szorgalom? És csak az alsóban nem van. Nem tudom. Van szorgalmi jegy a virág? Felsőben van ilyen, hogy szorgalom, meg magatartás? Van. Hát, persze ugyanúgy. Szorgalom és magatartás, az 8. Lehet van. Azt a szorgalmi jegyet, kérlek, szépen lehet abból összeállítani, hogy minden tanár oda pontozza ezeket a történeteket. Tehát, gyerekek, igen, azért kell, hogy Ferivel egyetértsek, mert én baromi rondán írok. De te zseni vagyok. Azt a... Szóval én ha sokáig nem szóltam bele ebbe a vitába, mert azt hiszem, hogy hol tudok belekapcsolódni, de itt tudtam belekapcsolódni. Vagy. Igen. Kaptam volna azért rosszabb ilyet, mert rondán írok? Érted? Hát nem. Ne lettem volna egy már a gimnáziumban egy korszakos zseni. Figyelj, hát milyen világ a lett tanárnő, volna? Vagy a tanár úr fel tudja mérni, hogy neked milyen képességeid vannak. Tehát, hogy azért ő nem fog neked rosszabb jegyet adni, mert látja, hogy egyébként tök sután írsz, vagy ilyesmi, de az igyekezetet azt látja rajtad. Viszont az igyekezetet hogy lássa rajtad, hogyha nem viszed el azokat az eszközöket, amikre szükséged lehet az óra. Véletlenül otthon hagytad, tehát könyörgöm, hányszor előfordul. Jó, de mi van azokkal, akik notórikus otthonhagyók, azokat akkor hogy neveled meg? Az a szorgalmi jegy. Szorgalomjegyemre pontoltam, mert az nem érdekelt, mert nem számított, nem volt benne szorgalomkett, és kit érdekel magatartásként, hogy írjál be egyet, mit csinálsz, megbuktatsz magatartásból? Megbukok szorgalomból? Dehogy bukok, érted? Igen, annak ha egyes nincs, vagy nincs szorgalomból, aztán ismétlés. Uh-huh. Mert az már azt csak úgy tudod elérni, hogy... Szorgalomból? Mi volt hát kisfiam? Szorgalomból. Mert mindenből annyira rossz voltál, annyira fegyelmezetlen voltál, nem hoztad folyamatosan a tesi cuccodat. Igen, én szerintem sem a matek egyet kell lerontani. Fel tudok mászni a kötél, és tudok egyébként Cooper teszhet teljesíteni Veszkó csizmában is, tanár úr, meg mellényben a hátamon a Iron Maiden feliratta. De ez életszerűs lenne. Hát ez egy hülyeség, mert a tornaórához megfelelő felszerelés kell. Ha te ezt a felszerelés nem hozod, akkor majd ott fogsz izébe birkabekecsben rohangálni. Igen, akkor ő ezt vállalja, hogy akkor ő birkabekecsben rohangál. De lehet, hogy ő birkabekecsben is föl tud mászni kötélre, én meg hiába viszem el a tornacuccomat, egy centit nem tudok azon rohadt kötélen fölmenni. Akkor én ötös vagyok tesiből, mert nekem ott van a kék klotgatyám. Neked meg, aki birkabőr izébe jössz, akkor neked egyes a tesid. Uh-huh. Hát hagyjál már, Jani! Hát jó, van, akkor rohangálj a birkabekecsben. Nem, te rohangálsz, hát ott azt mondom, hogy te föl tudsz mászni. Igen, nincs igazad, ezek hozzá tartoznak. De tehát, akkor hogy én ötös vagyok tesiből, ha mindig van. De nem az ilyen gyerekekből lesz az, aki majd később elmegy vezetni, és nem viszi magával a jogsit? Mint ahogy te nem szoktál. Na most téged kérdezlek, hogy már nem az iskola feladata akár a jegyen keresztül is, hogy megtanulja azt a gyereknek, hogy már pedig a matekorán legyen ott az a rohadmányos körző, és hozd el azt a rohadt tornacipőt, mert ha ezt nem tanulod meg, később nem viszed el a jogsit, ahogy én sem viszem el magam a jogsit. Mit itt értétek? Nem, és most próbálom, hogy mi az iskola valódi feladata. Általános iskolában az első egyesemet mind a mai napig emlékszem rá, Vali néni, az osztályfőnököm azért adta, mert a házi feladatomat tinta ceruzával írtam meg, mert nem volt otthon normális ceruzánk éppen akkor. És ezért az egyes tanulat volt a tinta ceruzája, mert a menetleveleket azzal jöttem, mert mi ez, gratulálok, hogy volt ott a tinta ceruzája. Köszönöm nem szépen, ahogy. Sajnos ha nem tudom legáltani, de hanem, állás vagyok, értékelem. Vali néninek gratulálok, ha erre egyes tanulat. De a passzus, hát mert nem azzal nem kellett elég. Akkor, ez olyan, hogy az van, érted, az a feladat, hogy neked ceruzával kell, mit tudom, egy ceruzával meg kell csinálod valamit, és tollal csinálod meg, akkor basszus. Adjon négyest. Én elmegyek felvételizni,
én tanultam a felvételire, de nem de viszek magammal tollat, akkor ne vegyenek föl. Mi van, Zselikém? Mi van? Mondom, hogy évzáró dolgozat, megtanultam mindent, de nem viszek magammal tollat, akkor én hülye vagyok? Igen, akkor te meg fogsz bukni. Dolgozat, nem felelés, csak érted mondom, a kettő közt a különbséget. De nincs tolla, akkor ne írja meg a dolgozatot. Tanárnő, én most nem írok dolgozatot, jó, inkább felelek, mert most nem hoztam magammal speciális se tollat, se ceruzát, és senki. De attól én még tudok. Ad valaki egy tollat neki, de nem kell egyest kapjon a dolgozatára, ami eldönti az életét, az évet, hogy jövőre lehet-e másodikos a kis Zseni Balázska. Na, mi van a nagyon okos, a nagyon baj, intelligens gyerekekkel, amilyen én voltam, aki viszont kicsit szétszórt volt. Akkor mind menjen a levesbe, és bukjon meg, és ne tudjon tovább tanulni. Valaki, aki vagy akart tőled valamit, vagy járni akart veled, vagy a haverod akart lenni, az vagy igaz. Népszerűsködni akart, nem és adod neked tollat, mindent megcsináltak helyetted, csak azért, hogy jobban legyenek veled. Érted? De ez nem így van. Megkérdezzük a szülőket. Teljesen életszerűtlen. Az, amit felvázol Bekecs Feri. Most Feri, nem adhatsz egyes roncsá rajta, vagy valami, de nem vághatsz ki ketté életeket. Hát, mi, ha ez a gyerek itt, mi a roncsál, zseni? Ha nem tudja megcsinálni a feladatot, mert nincs hozzá eszköze. Mi roncsál? Ha hosszú Katinka, feláll a rajtkőre, de nincs rajta úszódresszű, rossz úszó? Nem visz magával úszódressz egy versenyre. Rossz úszó, hosszú Katinka? Nem rossz úszó, csak a szabályoknak megfelelően. Van ez valahol be van írva, hogy csak úgy lehet medencébe ugrani, ha egy részes fürdőruhában nem vagy. A felszerelés mértéke határozza meg a tudást. Én azt gondolom, hogy igen, le van írva, Feri. Hogy egy részes meg van határozva, tehát a Nemzetközi Úszószövetségnek majd hol tartunk már most ebben a beszélgetésben? Tehát nem, a Nemzetközi Úszószövetségnek nyilván egy szabálykönyve a tóba, hogy menjenek a hullámok. Haragudjatok, nem tudom tételesen idézni szó szerint, de gondolom a Nemzetközi Úszószövetségnek van egy szabálykönyv, ami alapján meg van határozva, hogy milyen dresszben úszhatnak a hölgyek és a srácok. Aha. Jó. Ezért van az, hogy mit tudom, hogy például ezeket az úgynevezett cápa dresszeket, vagy cápa úszó dresszeket, azt már betiltották, mert ha tangában akar a cselaci úszni, akkor nem úszhatatban. Hagy úszol, akkor úszol. Na, drága nagyon beteg. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, miért kapott jogtalanul egyest a gyermek, hiszen minden egyes jogtalan. Induljunk ki ebből, ugye? A szülő így érzi. Nyilván most ja, jó. Dramatizálom. Annyit vertem a távirányítót, hogy elment a tévé. Mit gondoltok erről? Írjátok meg, drága szülők, hát a szülőként is téged megérint, amikor a gyermeked jogtalanul kap egyest, vagy szerinted jogtalanul kapott egyest, a bíróság meghozza az ítéletet, hogy jogtalan egyes volt, mert itt látom, megvan mindkét oldal, hát, hogy nem volt jogtalan egyes. Srácok. Szerintem mit kell te hülyék vagytok? El kell készítened otthon egy olvasónaplót, nem viszed be, kvázi nem készítetted el. És azt mondod bent, hogy de igen, elkészítettem, itt van a fejemben, mert lenne más. Más, azért ez kicsit más, mert ott egy házi feladatot nem készítettél el. Nem készítetted el. Nem, ott egy írásbeli házi feladatot kértek tőled, bocsánat, írásbeli házit, és ezt te nem vitted be, nem adtad le. Nem vitte be, de elkészítette. Nem készítette el. Az volt a feladatban, hogy írja le. Nem az, hogy írja meg. És ez a vita így ment nagyon sokáig. És ez a vita így ment nagyon sokáig. De Balázs véget vetett ennek a vitának. Elment hírezni egy picit, és aztán visszajött az SMS-ekkel. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Akinek iskolás gyermeke van, érintett lehet a témában, nem konkrétan ez, mert ez kicsit tényleg vihar, egy labor lábvízben, ahogy szoktuk mondani, de mégis azért hosszú távon érdekes lehet, hogy a gyermeked olyanért kap egyest, amit te nem érzed jogosnak, és ugye elvileg nem a tudásáról szól, viszont beleszámít ugye az évvégi jegybe, lehet, hogy nem veszik föl, lehet, hogy ront az átlagán, tehát ugye nekünk felnőtteknek egy egyes nem jelent semmit, de egy hatodikos, hetedikes gyereknek azért ez sokat jelenthet, mert hogy hát ronthat akár a tanulmányát. Nem nekünk is föl. Jelent, mert hát szülei vagyunk, nekik így fontos, van. Hogy tanul az a gyerek, de időközben egyébként már a két zene között, illetve megszólás között felé meggyőzött, úgyhogy én is azt mondom, hogy kapjon egyet. Ne kapjon. Mert erről beszélgetünk, ugye, hogy az emberi erőforrások minisztériuma és a közoktatási államtitkárság szerint nem jogszerű, ha gyermek egyes kap órai beszélgetés vagy a tanszer hiánya miatt, ezt inkább a magatartásba kell beletenni, és mi erről kezdtünk vitatkozni, hogy most igaz vagy nem igaz. Csak tényleg ne keverjük
a szezont a fazonnal. Nem, semmi, megígérem, hogy nem. Igen? Tehát, hogyha valaki azt írja, hogy azért nem visz magával a gyerek felszerelést, mert nem telik rá, az nem ez az ügy. Mi nem erről beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy valaki szociális okokból nem visz magával. Az egy teljesen más történet. Légy, ne keverjük már össze itt a dolgokat. Most persze, most nem húzz fel magad. Most nincs igazad, de most nem érdekes. Nem először fordul elő. Az én osztálytársam disztóvágásra hivatkozott, mikor hétfő reggel a tanár feleltetni akarta, nem jött össze, az egyest megköszönte, még leült, azért kapott még egyet. Jól indult a hét. Matek felszerelés hiánya 5 darab kis egyesből egy nagy egyes. A lányomnak egyszer hiányzott a körzője, rögtön nagy egyest kapott. Ez például jogtalan, írja egy hallgató. Igen. Ugye? Egy tanárom felelés előtt átnézte a füzetet, ha nem volt bekötve egyes. Ha nem volt kézzel behúzva a margó, még egy egyes. El sem kezdődött a felelés, és már volt 2 egyes. Az enyémet az írásom miatt ketté is tépte. Osztálytársamnak a dolgozatát ugyanezért ki sem javította, mert elszakadt. Na, 2 ilyet beszedsz, javíthatatlan leszel belőle. Tehát nem tudsz majd 5-ös lenni, meg 4-es, mert van 2 egyesed. Igen. Hozzám beszélsz? Itt van egy hallgatónk. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló. Sziasztok, hello. Na, a gyermeket kapott egyes, vagy annyira traumatikus az élmény, hogy te emlékszel arra, hogy a hangod alapján sok-sok évvel ezelőtt, hogy te miért kaptál egyest? Hát 18 vagyok, szóval. Hello. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Igen, azt hittem már, hogy szülőként telefonálsz. Na, mondd, Máté. Nem szülő vagyok. Én benne vagyok most ebben a korban, sajnos. Szóval. Igen. Aha. Jézus Isten, mint a 30 éves lennél olyan a hangod. Ilyenek a magyarkamaszok? Atyaisten. Na, miért kaptál egyes, Máté? Hát úgy volt, hogy félig vizsga volt angolban, és 2 percet késtem, és hát beírt egy egyes a tanár. Milyen suli ez? Hát egy durva suli, fogalmazom úgy. Gimnázium, vagy mi? Gimnázium, igen. Gimnázium. Uh-huh. Igen. Sokszor buktál, hogy ilyen mély a hangod? Hányadszor, hogy hárad a nem buktam. 18-szor, tudod, 26 évesen. Ez most egy esti gimnázium. És azért kaptál egyest, mert késtél. Igen, 2 percet kb. Pont. Na, ez például totál jogszerűtlen. Hát valahogy szankcionálni kell, és emiatt romlott az átlagod, és évvégén pedig mondjuk 4-es lettél angolban. 2 perc, érted? Hogy az se. Korábban előfordult, hogy késtél? Egyáltalán nem. Most pár évvel ezelőtt késtem 3 percet, nem vagyok egy késős típus. Na, ebben az esetben azért mondjuk előjöttött volna a méltányosság. Tehát, hogy az késés azért... Ebben az esetben, és ha egyszer a tesi cuccát otthon adja, az nem méltányos, akkor kapjon egyes tesiből. Jani, nem már. És most mi lett a felvételiddel? Ez belezavart egyébként? Még nem felvételiztem, de eléggé belezavart, igen. Hát persze, az egy jegy. Hát És akkor 4-es lettél angolba az 5-ös helyett. Igen, és úgy, hogy van nyelvvizsgám, minden, szóval elég igazságtalannak érzem, nem is írhattam újra. De angolban van nyelvvizsgád? Igen, igen. Ja, jó, meg németből is. Még németből is van nyelvvizsgád. Na, hova mész tovább tanulni? Igen. Hova mész? Bécsbe akarok. Megint valaki elmegy az országba. Istenem. Hát most, az elején. És még bele se kezdett. Még jobban zárják le a határt. És látod, mondjuk most hátráltam meg, mert ha nem kapja meg azt az egyes, lehet, hogy itthon marad. Emiatt mész? Hát mondhatni, igen. Emiatt is. Kitántoroksz emiatt az országból, emiatt az egyes miatt. Hát ott micsoda trauma. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia. Hello, fel a fejjel. Itt van Timi, hello Timi, jó reggelt. Hello, sziasztok. Na, a gyereket miért kapott egyest? Hát a gyerekem azért kapott technikából egyes, mert nem vitt fonalat. Ami igazából teljesen föl vagyok háborodva már azért is, hogy miért nekünk kell fonalat vinni az iskolába, de hát mindegy, és ezért egyest kapott. Na most utána elvitte ugye a fonalat következő alkalommal, és azt mondták, hogy akkor ez nem fog beleszámítani neki a jegyébe, de hát akkor is föl voltam rajta háborodva, hogy mi az, hogy ezért egyest kap, mert nincsen fonal. Mondjuk a technika pont az a tantárgy, hogy mindegy, hogy hányas belőle a gyerek, legyünk őszinték, nem? Vagy ti ilyen 5-ös fetisiszták vagytok, hogy hát, nem csúszhat be egy 5-ös alá? Mert akkor dádában? Nem ilyenek vagyunk, de nem, hát maga az elben voltam felháborodva, vagy mi az, hogy azért van. Egyébként nyilván jogos, hát pont erről beszélünk, hogy mit lehet, mit nem lehet. Jelezték előre, hogy kell vinni? Igen, többször szólt a gyerek is, csak mi költözésben voltunk, és nem tudtam a gyereknek odaadni a fonalat, mert mindig valami összejött. De mi vagy te, Jani, egy nevelő tiszt, hogyha jelzik előre, akkor az ember nem felejtheti. Mi ez? Mi ez, ami egyházi iskola, katonaság? De nem, költözésben voltak szegények, érted? Meg se hallgatta, és ha beteg az édesanyja, azért nem rakja be. Költözésben vagytok éppen, és ezért nem találjátok a fonalas dobozt. Én kaptam az egyes, mert hogy én nem adtam oda a gyereknek. Hát azért hagyjuk már azt a rohadt fonalat, hozott más, adja. Már neki 2 méter, azt csinálja meg. Hozzat egy gombért, szöges drog. Erre az volt a válasz, hogy miért nem kért a szünetbe a gyerekektől a többi társától. Hát akkor miért nem adtak ott neki, például, amikor az óra volt. Ne adjunk már erre egyet. Jóféle mohár forrá volt? Mi
ilyen igen, volt. Igen, igen, klasszikus Maher fonál volt. Utána elvitte, és olyan gyönyörű akármit fontak, vagy szőttek belőle, hogy ötöst kapok rá, úgyhogy... De az lacosan nem fogadtam el. Ne, hát csak az pont hármas, Jani, érted? Egy egyes, meg egy ötös, pont három. Nem számított bele, meg hát még azt is hozzá kell tennem, hogy most fél évkor dicséretes lett technikából, úgyhogy... igazából ez kompenzálva lett valahol, de akkor komoly súlya van a technikának egyébként, igen, azt mondjuk megértem, tehát az azért komoly, komoly tantárgy, igen, te technika. Nem, de most igazán nem az, hogy technika, hanem hogy ilyen. Értem, hogy persze, persze. Nem és a technika tanárok azért nagyon szeretnek. Szerintem nem alszik tőle rosszul. Gyerekek, hagyjuk már. Minden tantárgy fontos. Dehogy fontos minden tantárgy. Úgyhogy ez nem mélységesen fel voltam háborodva, de hát már megnyugodtam. Köszi, hogy elmondtad, Tuszi. Köszi szépen. Hello. Fordítsunk már rajta egyet, amikor a tanár fennhagyja a naplót, érted? Na a tanári szobában. Akkor ő is kapjon valamit. Imádnánk, a szülők megfejtik, hogy mit kell, meg hogy kell. Hát jelezzék, beszélgessenek, persze, de attól még azt kell csinálni, amit a tanár hát van. De most közben jött valami, kérlek, attól ne kapjon már egyet, főleg technikát. Imádom, hogy mindenki. Drága hallgató, nézzük az SMS-eket. Mi a véleményetek arról, amit gondolunk? Én megbuktam töréből, mert a fél évzárás előtti utolsó két óra házi feladatán egyes kaptam hiányzó munkafüzetemre. Ugye? Milyen érdekes SMS. A történelem atlasz hiánya miatt kapott a fiam egyes a végelőt. Ezt az egyes nem tudásért kapta mégis. Az év végi egyet 4-3-os rontotta, írt egy másik hallgató. 11-es vagyok, a köcsög angol tanár azért adott egyest, mert a fél évi vizsgám miatt késtem 2 percet, ő volt az előbb adásban. Így van, nagyon szépen köszönjük az SMS-t. Jani, marhára igazad van. Jani, tiszta hülye vagy. Két különböző SMS ugyanattól a hallgatótól. Milyen furcsa. Jani, nincs igazad, ne azért roncsák le a gyermek tanulmányi átlagát, mert nincs ott a felszerelése. Erre találjanak ki valami más módszert. Attól még nem hülye a gyerek, mert nincs ott a cucca. Ferivel értek egyet, írta nekünk Anita. Anita, köszönjük szépen. Másodikos voltam teljes torra ruhába, csak az oknim nem volt fehér. Egyes kaptam és összetörtem. Szerencsére a szüleim jól kezelték. Amit a tanár akart, az nekünk gyakorlatilag. Ugyanott tartanak még a srácok. Ha hosszú katinka úszódress nélkül úszik, akkor hosszú katinka egy szál finában úszik? Kérdezte egy hallgató. Nagyon szellemes az SMS, köszönjük szépen. Érdekelnek azok a tantárgyak. Így van, nézzük még egy-két SMS-t. Rajtszüget tett a tanári székbe, amiben beleült a tanára. Nem fegyelmit vagy osztályfőnökit kapott, hanem egyes matekból. Miért? Miért osztályzás kapott? Kérdezi egy hallgatónk. Jogos a kérdés. Szerintem nem fontos. Nézzük még egy-két SMS-t. Balázs, nincsen igazatok, hívjál fel bennünket. Írta nekünk Gábor. Ez is nagyon érdekes. Kidobtam technikóra után egy papír repülőt, ezért egyest kaptam. Miért kapott egyest? Nagyon furcsa kérdés. Szerintem meg kevésbé fontos. Vége van. Lezártuk. Hogy? Lezártuk. Mit? Jó. Megmutatjuk, hogy mi a beugró a hármas ugrása, figyeljen mindenki. Beugró a hármas ugráshoz. És már jön is. Hát, ez most kemény. Ja, ez már az, ez volt. Az volt. Ez az volt. És ez kemény volt. Ez az volt. Mutasd meg akkor még egyszer nekik. Hát, ha lehet. Mindegyiket játsszuk. Uh-huh. Mindegyiket játsszuk, úgyhogy nem olyan nehéz. Drága hallgatók, nem tudom, hogy felkészültetek-e arra a nagyon komoly tényre, hogy jövő héten Valentin. Jaj, na jól van. Ti hülyék vagytok? Egyrészt adok egy kis időt, hogy behozzátok Valinak az ajándékot, de elmegyünk hírezni. Nagyon jól. A másik, hogy hírek után elmondjuk, hogy megismételjük a tavalyi méltán népszerű, nagy sikerű Valentin játékunkat. De jó! Minden részletet mondunk majd ez a hírek jó. Után. Pasik, csajok, figyeljetek, mert a Valentin ugye azokról szól, akik szerelmesek, párjuk van, férjük, feleségük, szeretőjük, bármi. De mi azokra is szeretnénk gondolni, akik szingliként szeretnék egy kicsit boldogabbá tenni saját maguknak a Valentin, ezért elindul a Morning Show nagy Valentin napi összehozó játéka, amit játszottunk tavaly, és imádtátok. Imádták. Imádtuk. De ők is imádták, igen. Nem? Igen. Úgyhogy... Főleg te bájgunál. Úgyhogy mondjuk a részleteket a hírek után, szingli pasik, szingli csajok, figyeljetek, mert jövő hét hétvégén valakinek lehetősége lesz, hogy elmenjen egy vadidegennel, egy vakrandira, egy hosszú hétvégére, egy wellness szállodába, ha sikeresen egymásra találnak itt az adásban. Tavaly csináltuk, rengetegen jelentkeztek, most újra ugyanezen feltételekkel lehet majd nekiállni a játéknak. De olyanok is mehetnek majd erre, akiknél mondjuk nincsen, nem tudom, szájvíz este elalvás előtt, vagy akkor azt kizárjuk, az egyes üljön le. Hát aki ott hagyja a
tájvizét, de egyébként nem kell, az mehet. Aki úgy hagyja otthon, hogy egyébként masszívan szüksége lenne rá, mert egy dökút van a szájában, és kinyitja a száját, és denevérek repülnek ki a szájából, akkor az ne jelentkezzen. Tehát, hogy ha igényára is azért figyeljünk oda. Jó? Tavaly ezt szeretétek, úgyhogy mondjuk mindjárt a részleteket. Jövünk ezzel és még valamivel a hírek után. Hozzátok az ajcsit? Nem. 9 óra van. Hozzunk már neki valamit. Basszus. Jó, nem, azért ráérek még 5 percet várni. Jövünk a hírek után. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok. Ukmukfuk. Ezt csak belül hallottam? Vagy valaki azt mondja, hogy ukmukfuk? Nem mondtuk. Nem volt ukmukfuk? Nem. Ez belül volt sajnos. Egyre többször hallok úgy hangokat, hogy szent meggyőződésem, hogy kívülről jön. Senki nem mondta az, hogy ukmukfuk. Hát akkor tudod. Hát abban a térben érted, pattognak a szavak oda vissza, érted. Lehet, hogy most visszajött valami. Nem volt egy ukmukfuk. Lehet hallucinálok. Nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink, mi helyzet az utakon, mielőtt megkaptam az ajándékot. Nagy baleset a 17. körleti Lőrinci úton, Attila küldte nekünk. Gyorsforgalmi, befelé off kamion, bejött a magassági korlátig ismételten. Lukácsházán, hogy nem, megint mérnek, de most már lecserélték a szolgálati autót, egy fehér Skodára, nagyon ravasz, Tomi küldte nekünk. Aztán Kistarcsa M0-ás Újpest közepes forgalom, jól járható, Szélvédős Feri küldte. 17. előtt Baros utca felborult egy autó, a Fáncán kerti pihenőnél Pécs felé háromlábú van, az M6-oson vigyázom mindenki, Pepe küldte nekünk. A budai alsó rakparton a Margit híd után a Rákóczi híd felé hármas koccanás, alakul ott is a dugó, valamint Lébénynél Hegyeshalom felé migránsok sétálnak az autópályán, és rendőrök kísérik őket, vigyázzatok. Nagy baleset a 17. kerületben a Lőrinci úton, ott is kicsit lassabb a haladás, és hát nagyjából ennyi. Ezek a legfrissebbek, így van. Na, menjünk tovább, akkor mi a téma ebben az órában? Igen? Volt nyerítés? Na, nagyon jó. Mi a következő téma? Na, mondjad, figyelünk. Igen? Nem hajoltok le? Nem most jön az eltékát? Vizsgálat van, vagy mi? Ha nem buszálj, akkor nem fizet, és emeléskor még belefér, de ilyenkor egy átlagos szerdán inkább ezt most nem? Hagy. Nem veszitek elő? Hát nem szoktuk soha elővenni a stúdióban. Azt hiszem, hogy elég egyenesen is nyíltan válaszoltam az előző kérdésre. Nem? Nem mutatjátok meg? Mit? Nem, akkor megint begubóznál hetekre. És érteném, hogy miért hívtak. Bütyöknek kiskoromban. Na, értem én, hogy felvezettétek, húztátok az időt, hogy nagyot csattanjon. nyújtottatok rajta, hogy csattanjon, de most már oda tudjátok adni. Igen. Tudjátok, hogy a kicsinek is örülök. Úgyhogy igen. Jöjjenek az ajándékok. Ki kezdi? Ilyen érdekes. Hogyan csendesedtetek? Mennyi SMS-ünk jött ma is, nem, ugye? Feri? De jó. Azért, tök jó dolog látni, még ha néha egy kicsit kritikusabb is a hangvétel, hogy ennyien szeretnek minket, hogy ennyien hallgatják a műsort, szerintem tök jó, nem? Ja, nagyon, jó, nagyon szeretek szóval dolgozni. Nagyon szeretem. Kérdezte valami? Ha 10 előtt adjátok át, legyen 10 előtt. Én érzem a nyomást, hogy még most nem szeretnétek odaadni az ajándékot a névnapomra, legyen így 10 előtt. Úgy tűnik, hogy napról napra több. Ne, szerintem pontosan jó. Napról napra mindig. Nem egyel így, tehát nem úgy van, hogy mindig ugyanannyival, hanem amikor 10-zel, 50-nel van. Annyira fogunk neki hiányozni, nem lesz. Értek a szóból, nem kapom most meg. Én tudok várni, én nem vagyok olyan, mint a gyerek, hogy türelmetlenül toporzékol, hogy leveti magát a földre. Lesz. Azt mondja, jövő hétfőn kedden lesz csak eső, de a hétvégén az egész korrekt lesz. Én már várom. Sőt, tudom, mit várok a legjobban. Kicsit kirándulgatni. A tavaszi kitelepülés. Jó, ide jó lesz. Tudod, én legszívesebben jó, két hétre menni. Értem. Én értek a szóból. Várják még az ajándékra, jó? Jó, abszolút. Nem vagyok rossz kisgyerek. Nem vetem le magam a földre, és kezdek el a fejemet a falba verni. És mondjuk olyan helyre is mennél a tavaszi kitelepülésen, ahol még nem voltunk, vagy a régieket járnád? Egyértelmű. Ki tudja, hogy lesz-e még egy lehetőség arra, hogy kitelepülésre menjünk. Ez, én azt gondolom, hogy legyen két hetes, és egy csomó olyan helyre menjünk el, ahol eddig még nem voltunk. De például Salgótarjánba én visszamennék, mert nagyon sokan voltak, csak esett, emlékszel? Igen. És milyen jó lenne egy jó tavaszi jó idő. Aha, meg egy jó beásztanyféle rizskok. Oh, az is. Jár. Értem, hogy miért tereltek. Valentin napozunk? Valentin nap lesz. Végre, valami értelmes. Nem baj. Értek én a szóból.
jövőre majd előbb szólok. Valentin nap van, jövő héten szombaton vagy vasárnap, nem tudom pontosan mikor, február 14-én. És ugye tavaly kitaláltunk egy játékot, ami óriási, nagyon durrant, nagyon szerettétek, mert persze az én ötletem volt, hogy ugye ne csak arról szóljon a Valentin nap, amikor párok egymást megörvendeztetik, hanem gondoljunk a szinglikre is, és legyen kivételesen a Valentin nap a szinglik ünnepe is, és hirdessünk egy játékot, amit tavaly meghirdettünk, ami arról szólt, hogy választottunk a sok jelentkező közül egy szempasit. Egy szempasi, aki facér, aki ráér, aki szabad, és szeretne éteren keresztül magának csaj találni egy vakrandi keretein belül. Rengeteg csaj jelentkezett, tehát több százan jelentkeztek. Minden nap ugye az adásban összehoztuk a pasit a lányjal az éteren keresztül, de úgy, hogy nem mondta el, hogy ő ki nem küldött képet, magáról adhatott leírást. Majd pénteken a versenyző fiú választott egy lányt, mi szerda, mi csütörtök, mi szked. Találkoztak még aznap, volt egy kis félreértés, mert a srác nem akart följönni Pestig, csak Fehérvári, ugye? Igazi úr volt. És elmentek, eltöltöttek együtt egy nagy, szép, hosszú hétvégét Valentin nap alkalmából. Mi biztosítottuk a szállást, a paripát, a fegyvert, a wellness-t, mindent. És jól érezték magukat. Jól érezték magukat, aztán hétfőn visszahívtuk őket, hogy mi történt. És később kiasszem, hogy a benzinköltséget is kifizettettem meg alá. Volt-e nagy egymásra találás? Nem volt. Volt-e nagy dorbézolás? Nem volt. Ugye beszámoltak arról, hogy mi történt. És arra gondoltunk, hogy újra meghirdetjük ezt a játékot, ami arról szól, hogy a valentin@klasszfm.hu-ra várjuk szingli pasik, szingli csajok jelentkezését. Olyan pasik és olyan csajok jelentkezenek, akik már jövő hétvégén rá is érnek azonnal. És van kedvük valakivel elmenni egy vakrandira, egy hosszú hétvégére. Beülsz mellé az autóba, fogod a sátorfádat, és egy ötcsillagos wellness hotelbe masszíroztatsz, gőzfürdőzöl, szaunázol, szoláriumozol, éjszakafürdőzöl, eszel, iszol, dinomdánom. És de mi álljuk a cechet. Nem te dínsz, de ők dínnak dánnak. Hát ők dínnak dánnak, így van. És mi álljuk a cechet. Ugye ez nagyon fontos. Pénteken lesz majd a nagy szembesítés, pénteken van a választás, jövő pénteken, és még aznap ők elutaznak. Fontos, hogy fotót küldjetek magatokról, hogy mi azért lássuk, hogy ki hogy néz ki, de meg nem mutatjuk majd. Egy pasit választunk, és öt csajt. Öt csaj naponta gyökéletes. Bemutatkozik, ugyanaz naponta legyen? Naponta bemutatkozik egy, minden egy. Nap majd egy lány, minden nap végighallgatja a fiú, akit mi választunk. A fiú aznap beszélhet az adott lányjal, mi hétfővel, mi kedden. Majd pénteken elmondja, hogy ő kivel menne el arra a hétvégére, ami már ugye jövő héten van, mert jövő héten hétvégén Valentin. Nagyon jó. Jó? Úgyhogy valentin@klasszfm.hu, ez az e-mail címünk, fotóval, leírással küldjetek nekünk jelentkezéseket. Így van. Kötelmek, akkor tényleg csak ennyi, legyetek lehetőleg facérok, érjetek rá a jövő héten, és szeressetek dinolni, dánolni. Szeressetek dinolni, dánolni, legyetek kalandra vágyóak, legyetek nem az, hogy laza erkölcsűek, de menjetek el úgy erre a randira, hogy hagyjuk, lehet, hogy bármi megtörténjen. Tehát tényleg, aki kicsit prűd, meg hosszú időt akar, meg ő nincs benne ilyen talán egy-két éjszakás kalandba, vagy neki több idő kell, az ne jelentkezzen, mert ennek a játéknak az a lényege, hogy rám erős vagyok, ez egy nagy kaland, belemegyek egy idegen palival, egy idegen nővel, micsoda erkölcsi fertő, elmegyek és megnézzük, hogy mi lesz az adott hétvégén, hogy ne csak a párokról szóljon a Valentin. Szóljon ez a szinglikről is. Azok így van, akik nem tudnak hova menni. Akiknek nincs kinek ajándékot adni, kis bombont, kis virágot, kis nem tudom mit Valentinkor, ezért kicsit szomorúak. Hát majd most nem lesznek azok. Ez tavaly nagyon nagy siker volt. Imádták mindenki. Rengetegen jelentkeztek. Mi lett a vége? Összejöttek, összesöndörödtek? Hát ott mi mást hallottunk, mint ami állítólag lett, mert ugye tavaly az volt, hogy nem volt semmi. De eljutott hozzánk máshonnan, hogy volt, csak ők nem merték ezt elmondani rádióban, mert vagy a lány, vagy a fiú, ott valaki nem akarta, de állítólag ott jobban összesöndörödtek, mint amit aztán mi hétfő hallottunk. Na. Tehát ott három napig nagyon kisebb mozdultak a apartmanból. Jelezték a beépített kémény. Csak aztán megkívül volt a kulcs. És ott ugye úgy volt, hogy a fiú választott lányt, ugye? Így van. Igen. Bemutatkoztak a lányok, magukról mesélhettek, de azt hiszem, hogy küllarakról nem lehetett mesélni, csak munkáról, hobbiról, ilyesmiről, és akkor utána volt a fiúnak egy kérdése, meg a lánynak is. Tehát összekapcsoltuk ugye az akkor már győztes fiút minden nap a lányokkal, és egyet-egyet kérdezhettek egymástól. És akkor így ment a felderítés. Igen.
Igen, de elmondhatod, hogy néz ki. Tehát azt elmondhatod, hogy barna hajam van, 180-as vagy kék szemű, mert attól még ugye nem tudtuk meg, hogy szőkésbarna, vöröses, tehát ott még tudtunk egy csomó mindent. Jó, azt a pasi választ tartjuk meg? Szerintem igen. Szerintem az jó. Bár, miért nem csinálhatunk egy Azért szerettem, mert ugye általában a pasik választanak csajt, és akkor öt pasi arcol egy csajért, ez kicsit sztereotíp. Itt a csajok dobták be magukat, és akarták elnyerni a pasi szívét. Mm-hmm. Tehát azért volt... Ki rosszra gondolt, szokták mondani. Egyébként gyerekek, ne legyünk álszentek. Tehát ez már nincs, hogy öt pasi küzd egy nőért, a csajok nyomulnak, a csajok rámenősek, a csajok kikezdenek pasikért, tehát ne akarjuk ezt a műsort visszavezetni a 70-es évekbe. Ez a világ már nem az olyanokról szól, az mint, elég a mint amilyen felésén vagyunk, ilyen térdeplő, vagy hívják ott rózsafűzért morzsolgató minisztrál. Így van, nem kell ez már senkinek. Ma már gyerekek, a csajok nyomulnak, tényleg rámenősek, randihira hívhatják a pasit. Ez ma már nincsen így, hogy akkor várd meg, amíg a pasi elhív. Dehogy is a mai fiatal csajok, meg a mai nők már nem ilyenek. Ez a baj a világgal. Ez a baj a világgal. Vigyázz, nehogy aztán felmondja a szerződést így. Egy távközlési cég veled is, hogy elkezded mondani, hogy az asszonynak a fűszely mellett van a helye. Ez jó, ezzel nincs baj. Miért ne mondhatná egy nő ugyanúgy, hogy elhívlak randira, miért ne léphet neki egy nő egy kapcsolatból, ha boldogtalan, miért kéne azért egy nőt megbélyegezni, nyugodtan. Miért nem? Miért nem mehetne oda egy nő egy palihoz? Mi ez, hogy csak a pali privilégiuma, és akkor nő, egy rendes nő hát várja meg. Szép, nem? Tessék? Hogy férfinak érzed magad ettől, hogy... Hogy te mész oda? Hát nem tudom, én nyilván örültünk volna neki mi is annak idején, ha kicsit lazábban megy a dolog, tehát ha a csajok is bírnának, vagy bírtak volna annak idején jönni, de nem tudom. Hát hozzám egyszer odajöttek, mert hallották, hogy megmaradt egy ebédjegyen. Nem, hozzád egyszer odajöttek, mert hallották, hogy ötös lett a külalakod. Emiatt nem jöttek össze, mert a Stendler volt. Igen, és volt nálad pótkörző. Ezért oda mentek a csajok. Jó, elmondtunk mindent. Igen. valentin@klasszfm.hu. Jó? Na. Óriási lehetőség. Arra, hogy eltöltsétek egy jó hétvégét az ország egyik legjobb wellness szállodájában. Héj vízem. Így van. Na, megint eljutottunk egy bizonyos oldalra, amit mi nagyon szeretünk, és hát én nem is tudom, hogy jutottunk el ide. Lépten-nyomon belebotlik az ember, tehát hogy teljesen ártatlan kérdéseket, vagy teljesen ártatlan témaköröket beírogatsz az internetre, vagy rámész valamilyen linkre, és onnan utána pedig csak egy kattintás is már ott is vagy, és csodálatosabbnál csodálatosabb témaköröket boncolgatnak, csodálatosabbnál csodálatosabb elmék. Igen, János előszeretettel bolyong ugye ezen a honlapon, hát, vannak kérdései, és keresztül a rájön tényleg, hogyha van egy kis időd, akkor tényleg elképesztő dolgokat találni, ugye a gyakori kérdésekről van szó. Így van. Ha az embernek 5 perce van, és ráér egy ebédszünetben, vagy a munkahelyen, amikor internetezhet egy kicsit, felmegy erre az oldalra, és nem tud lejönni. Így van. Nem tud lejönni, a napokban János átküldött egy linket csak, mert talált a gyakori kérdéseken valamit, és ez olyan addiktív egyébként, hogy onnantól kezdve elkezdesz átlinkelni, ugye más kérdésekre, és azt veszed észre, hogy másfél órája a kérdéseket olvasol, és a kérdésre adott válaszokat. Ugyanis azért egy ilyen hihetetlen út vesz az egész, mert beírsz egy kérdést, vagy mondjuk egy témakört, kidobja hozzá kapcsolódó kérdéseket, és akkor a kérdés alatt, amikor ugye ott vannak a kérdés alatt a válaszok, és alatta meg a kapcsolódó kérdések. És onnantól kezdve elvesztél, véged van. Tehát egyszerűen nem tudsz róla lejönni. Én is tegnap beírtam, hogy... De te mit csinálsz ezeket? Csak úgy fölmentél? Hát, volt egy kis idő? Hát, nem, itt egy csomó konkrét kérdésre rá lehet keresni. Például mit tudom, én beírtam tegnap azt, hogy... Kicsi kuki. Fájó fütyire mit, kamillás öböket segít, és rögtön ki is. Azt hittem minden idő ármasugrás. Igen, és aztán láttam, hogy aztán valaki beírta. Na, de mit néztél meg? Mire kerestél rá? Tessék, csak mondj egy kérdést. Nem tudom. Ráadásul igen. Hát az, amit konkrétan elküldtem nektek, az egy többé-kevésbé idézhetetlen. Tehát ugye az arról szól, hogy tudják a hölgyek megakadályozni azt, hogyha például terve szeretnének esni, hogy nagyon gyorsan távozzanak belőlük a hímivas sejtek. Ha nem szeretnének terve esni, vagy ha terve szeretnének esni. Igen, hogy milyen tornagyakorlatokat és pozitúrákat ajánlanak nekik, hogy ne távozzon belőlük a gravitáció miatt gyorsan. Ne, az teljesen korrekt volt, én elolvastam, hogy gyertyába kell állni. Na, és oda mit írtak róla, vagy mit válaszoltak, ez idézhető? Persze. Kérlek szépen, az egyik a kedvencem az van, hogy amikor megtörtént az eset, akkor a nő
csúszson le úgy az ágyról, hogy a dereka rajta marad az ágyon, de a feje koppan a padlón. Esküszöm, ez volt, és az a lába pedig nézzen az ég felé. De ezek sok a kamu válaszok, nem? Nem, mert az általában az, jel, az látszik, hogy a kamu válasz, meg hogyha poénra veszik a figurát, akkor valami kis smiley-el azért van mögötte. Nem, tehát simán hanyat feküdtem utána, semmi párna, meg gyertyállás, nekem nem kis honha, az első hónapban sikerült is a baba. Tehát vannak ilyen tök komoly válaszok is rá. Ez az egy van? Nem. Csak nem tudod idézni. Igen. Szex után fejjel lefelé közelítek a parkett a felé, hogy a popsim az átszélén legyen, így segítettem a befelé csorgást. Nem túl kényelmes, 15 percet szoktam így eltölteni a cél érdekében. Egyébként tényleg megdöbbentő, hogy ezeket valóban olyanok írják, akik szeretnének erre a választ kapni. Én találtam egy másikat, az a problémám, hogy nem merek a pasimnál elmenni kakilni. Mit csináljak, hogy oldódjon a gátlásom? Na mit írnak? A többi lány egy szogyolja meg. Én se szoktam hazaviszem, írja valaki. Azt mondja, normális válaszokat kérek, lányok, elsősorban ti válaszoljatok. Mivel mi egy kicsit messze lakunk, így van, hogy 2-3 napig ott vagyok, és van, hogy én se tudok elmenni, pedig már 2 éve együtt vagyunk. Oda ne, össze ne házasodjatok, kérlek. Képzeld el, mekkora baj lesz. Elképesztő. Nekem is van ilyen problémám, a párom is tud róla, és mindig mondja, hogy ne aggódjak ezen, hát senkit nem zavar, sőt, már volt, hogy elküldött, direkt becsukta az összes ajtót, még az emlét is jó hangosan hallgatta a kedvemért, de akkor sem sikerült. Nem tudom miért van, ez nagyon zavar engem is, mert semmi másban nem vagyok előtte szégyellős. Így hát én is haza szoktam vinni, szerencsére közel lakom, de azért ez elég fura és idegesítő. Írja egy másik válaszot. Ezek bajba jutott emberek, akik segítséget kérnek. Igen, tehát komoly baj van. Igen. Vannak komoly bajok is, de például az, hogy egyfolytában feláll a mit csináljak, hogy ne, azt azért viszonylag nehéz komolyan érte. Tessék. Hát minél többször, és nagyon ne járkálj olyan ruhákba, amiben látszik, mert az elég ciki lenne. Erre valaki azt írja neki, hogy nekem is ez a bajom, de például úszodában mit csináljak, és egyáltalán hogy kell ki? Aha, figyelj, ugyanehhez a rovathoz egy anyai tanács. Egyék kevesebb húst, több zöldséget. Mert attól nem fog felállni. Vagy hogy? Egyel kevesebb húst, több zöldség. Igen, kevesebb húst, több zöldség. Valaki pedig már csak a konklúziót írja be. A következő generáció tényleg ennyire retardált? Lehet-e mellett növeszteni energiaáramoltatásra? Kérdezi valaki. De jó. Valószínűleg egy bajba jutott tinédzser, akinek nem lett elég nagy. Nem? Igen. És egyébként, ha belegondolsz, ez egy központi kérdés a nőnél. Ha nagy, ha kicsi, ugye, ha nem egyforma, teljesen mindig van baj. Most képzeld el azt a tinédzser lányt, aki ide erre az oldalra írja föl az élete legnagyobb problémáját, és ezeket a válaszokat kapja. Hogy? Lehet? Igen, küldj róla képet. Ugye? Először is egy kép kellene a kezelendő területről. Például a zavaró tényező, ha ruha van rajtad. Nem biztos, hogy a folyamat sikeres lesz. A válaszadók 55%-a gondolta, hogy ez hasznos válasz. A szomszédomnak is sikerült, pedig ő férfi. A kézrátételes nagyobbítás jobban működik, azonban mostanában jelent meg egy tanulmány, miszerint minél többen nézik, annál nagyobb lesz. Úgyhogy küldj ki. Itt azért az van, én látom, hogy itt kétségbe esett emberek kérdeznek, és igen, a válaszadók viszont már nem veszik annyira komolyan. Így van. Hát például az előzőre, amit Jani vetett fel, ugye a meredező férfiassággal, hordj övtáskát, azzal jól lehet leplezni, de szoros ruhát nem, mert azzal ártasz a heréknek. Itt ez komoly orvosi válasz volt. Szenzáció. A gyerekek, ez elképesztő. Lehetek-e vámpír? Komolyan. Tehát vannak azok, akik azon aggódnak, hogy vámpírok lesznek? Nem, ő nem aggódik, ő szeretne szerintem. Ugye lehetnék-e vámpír? Igen, én már csináltam, fini volt, írja valaki. Egyre gázabb ez, mert a vámpír vagyok, segítsetek. Kérdés, hogy a sok tizenéves kislány csitri vérétől lehetek-e valójában vámpír? Ha akkorát haraptára, hogy vérezzen, elég komoly sebet ütöttél volna. Kiszívtad a nyakát. Amúgy nem vagy vámpír, csak sok filmet nézel. Amúgy nem vagy vámpír, de idd állatok vérét, vagy menj vérbankba, anyám. Kérdezem, hogy ebből kifolyólag lehet-e vámpír betegsége? Mi az a vámpír betegség? Hát, hogy a fényre elolvadsz, vagy elporladsz, hogy mi az. Szénnék, vagy a napsütésé. De ezeket az oldalakat tanulmányozod. Szereti, na. De ezeket előfordul. Igen, előfordul.
Elképesztő. De ezen a szexrovaton mi ugrálunk, vagy megyünk másfelé. Vagy nem mersz Mónika előtt elmenni még kakilni, és ezért elkerestél. 20 éve vagyok házasságban. Na jó, játsszunk egy jó kis hármasugrást. Jó, többen kérdezitek még egyszer az e-mail címet, valentin@classfm.hu. Ez az e-mail cím, úgyhogy ide kell jelentkezni. Jó, drága pasik, drága hölgyek, urak, lehet küldeni az e-maileket. Fotót ne felejtsétek el, csak az érvényes pályázó, aki küld fotót is, jó? Mi pedig már is játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Attila, honnan hívtál minket? Sziasztok, Debrecenből hívtalak. Debrecenből. Így van. Na jól van. Mehetünk? Mehetünk, vágjunk bele. Így szól az első kérdés. Melyik ország legnagyobb tava a Garda-tó? Na. Nem tudom, Egyesült Államok? Nem, Olaszország. Olaszország. Hát, ezt nem tudtam. Ez nekem is úgy tűnik. Majd legközelebb. Ezt sosem tudom, hogy a hallgató miből gondolja, hogy lesz legközelebb. Reménykedek. Ugye ez egy ilyen érdekes vigasz, amivel a hallgatók vigasztalják. Majd legközelebb. Mi általában ráhagyjuk a hallgatóra. Igen, majd legközelebb. Hát ez nem volt egy könnyű kérdés. Ez az volt. Igen, vigasztaljunk a tudat, hogy ez nem volt nehéz. Hát én nem tudom. Mi lett volna a könnyű? A könnyű? Igen. Kivezette a Balázsot. Például. Aha. Ebbe igazad van például. Igen. Ez valóban nem egy nehéz kérdés. Attila, hát ez drámai rövid volt. Köszi a játékot. Én köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Ciao. Szia. Azért ne tévézz annyit. Hát ez rövid volt. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De látod, kérdés lehettél volna végre egyszer. Hát, ha ez már kérdés lesz, akkor ott már nagyon nagy baj van, igen. 9:30 múlt pontosan 3 perccel. Írjátok meg nekünk, ha szeretnétek jelentkezni a játékra. Ne itt az SMS falon, mert látom, hogy ide jelentkeztek. Jó, valentin@classfm.hu, ez az e-mail címünk. Jó, 9:30 múlt 3 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. A polisz.hu kiadott egy közleményt. Szerintük hatékony megoldás lehet, a különböző matricákat ragasztunk ki a betörők ellen, és hát átvettük ezen matricák tartalmát. Egészen érdekeseket találtunk. Vigyázz szemfüles szomszédok, a településünkön szomszéd vigyázó szolgálat működik, és stb. Majd egy kicsit azt kezdtük boncolgatni, hogy milyen eszközök vannak azon emberek kezében, akik szeretnék a saját házukat, lakásukat megvédeni, és mit lehet és mit nem lehet. Tehát egészen szélsőséges véleményeket, SMS-eket kaptunk. Volt egy hallgatónk, aki például elmondta, hogy rendőrségi engedélye áramot vezetett a kerítésébe, de hogy ezt lehet, ez legális, és nem alkalmas arra a kerítés, hogy megöljön, minden esetre megcsap az áram, és nincs kedved betörni. Ugye vicces téma volt már, ami a matricákat illeti, aztán átmentünk egy kicsit komolyba, hogy tényleg miért nem védhetett meg jobban azt, ami a tiéd, erről beszélgettünk. Valamint egy érdekes téma volt, ami igazából tényleg kicsit úgy tűnik, hogy na most ez egy lavor lábvízben tulajdonképpen egyfajta vihar, ahogy szokták mondani, mert hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem jogszerű, ha az ember gyereke egyest kap, ha például órán beszélget, vagy nincs tanszer nála. És egy érdekes dolog, mert egy-egyes tényleg nem a világ vége, viszont ugye van az a pillanat, amikor ront a matematikai egyéden, az évvégi egyéden, beleszámít a továbbtanulásodba, holott te nem arról adtál tanú bizonyságot, hogy nem vagy jó matekból, csak mondjuk elfelejtettél körzőt vinni, vagy link vagy egy kicsit, vagy nincsen tesi felszerelésed. Igen, annyi a levet szerint, ugye? Bizony, gyere előre megint. Nem menjünk el a tény mellett, hogy valószínűleg az egész felvetés onnan jött, hogy az egyik államtitkárnak a gyereke hazament egy egyessel. Nem, ők csak reagáltak, mert kikérték a véleményüket. És ők azt mondták, hogy nem lehet erre egyest adni, ez a szorgalom jegybe számít bele. Érdekes, mert minden szülő erről máshogy gondolkodik, van, aki azt mondja, hogy megérdemli, már pedig kapjon.
legyen egyes, van, aki pedig azt mondja, hogy tényleg ez számítson a szorgalom jegybe, de ne ezzel mutassuk meg, hogy a gyerek mit tud, vagy mit nem tud. Erről beszélgettünk, sőt, mi több kicsit hát vitatkoztunk, és mindenki máshogy gondolja ezt a dolgot szülőként, úgyhogy erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Na, na, add elő, Csabi, mit hoztál nekem? Miről is beszéltetek egy fél órája? Jaj, nagyon érdekes sztori volt, már akartuk is kérdezni, hogy te mit gondolsz. Értem, gyerekek, a humor, érted? Nos, én a hallgatók szeretetét tényleg hozom, boldog névnapot kívánnak. Dalokat fognak neked küldeni. Csáncok. Már tegnap is küldött valaki. Tényleg már előre. Ezen meg húzzátok az időt, de most már mindjárt elköszönünk, úgyhogy most már tessék lehajolni az asztalára, és elővenni Balinak az ajcsit. Az acsit, vagy mi? Elővenni Balinak az acsit. Az nem kerül sokba. Te se? Hát te se? Hát senki? Eddig, nem, mióta dolgozunk mi egy munkahelyen? Hát most már 10 éve igen. Hogy van az őszintesen mivel? Minden évben elhangzott, hogy névnap maradjál már, ki éneklődsz, ki ünnepli ezt, ki tehet arról, hogy változnak az idők. De változnak, hát miért te mostantól vezessünk be egy újrendszer? Miért nem mostantól legyen az, hogy mostantól megajándékozunk egymást a névnapunkra, és ez ma akkor indul. Akkor jövőre. Hogy milyen érdekes, hogy a Jánost és a Ferencet akkor így lecsúszunk. Hát ja, már az volt ebben az évben, nem volt? Februárban én kezdek. Hát mostantól indítjuk. Jó. De akkor biztos? Nincs szívetek nektek. De van, csak mély helleg. Csak el van átkozva. El van korcsosulva. Szeretet bennetek. Jó, nem kapok acsit, nem baj. Beérem a hallgatók szeretetével. Mi újság voltál futni? De jó, hogy nem azt mondtad, hogy ráér holnap. Igen, ráér holnap. Na jó, akkor holnap reggel. Nem, délután fogok edzeni egy nagyot. De neked még nem meséltem el. Hát olyan büszke vagyok, minden nap el kell valakinek mesélnem. Nem, most elmondom, hogy mi az igazság ebből is, hogy Csabi mennyire torzít, hogy ő még nem mesélte el nekem. Uh-huh. Mert nem voltam itt a tegnapi megszólalása. Hogy mennyire figyelek, hogy hol volt Csabi pár napig, mikor megláttam tegnap, már én elmentem az elköszönőből, meg is kérdeztem, hogy Csabi, mi volt a meccsem? És amikor elkezdtem az első mondatot, akkor első szavának a felénél tartottam, jó, majd holnap. Elmondom, hogy 3 meccset játszottatok, 11-eseket is kellett védenie, 3-at nyertetek, 3-at kikaptatok, 6 meccset játszottatok. Így van. Tessék, mindig jogtalanul bántotok, hogy ostorostok, hogy én vagyok a legkisebb a csapatban. Kimegy, és rögtön rákérdezett arra a témára, amit beszoktál hozni 10-ből 9 alkalom. Én vagyok a legkisebb a csapatban, és most is betartok. Engem bántotok, és én vagyok a ti fületek, a ti lelketek, a ti szívetek. Igen. Én erre emlékszem. Jó, csak le kellett ellenőrizzünk a memóriát. És azóta megemésztette szegény gyermek, hogy 3 meccs elment? Nem, azt nem kell emészteni, tehát ők még gyerekek. De az ünneplés, az eufória, az viszont még mindig tart. Az jó, a 3 részegek. Igen, túl sokat ittak. Igen. De jó, ezt úgy irigylem tőle, hogy ő ezt így megtalálta. Igen. A futballt. És hogy lett kapus? Hát igazából ezt ő választotta magának. Lehet, hogy látta a Buffont, vagy látta a Iker Casillast, és akkor az azt gondolta, hogy... Meg van nekem a nagybátyám, az Iti, akit ti is ismertek, igen, és őt nagyon szeretjük mindannyian, a gyerekek is oda vannak, igen, és ő is kapus volt. Center alkat. És ő is kapus volt, és akkor ez így valahogy jött a Romeónak, hogy ő kapus szeretne lenni, és abban egyébként szerintem nagyon tehetséges. Kapuban nagyon. Hát 3 büntetőt megfogni. Ez nagy dolog. Az nagy dolog. 4-ből, hát. Rosszul rúgták. Mellé rúgták, kapura ment mind a 4 lövésekből, 3-at megfogott. 4-ből 3-szor gyerekbe rúgták. Nem lehet kivédeni, rosszul lehet. Úgy könnyű. Van itt jó indulat. Mi, Csabika? Van itt jó indulat. Mindig szeretem, mikor a hozzáértők is hozzászólnak. Van itt jó indulat. Na, hívjuk a naphallgatóját, amíg Anna tárcsáz, mondom, hogy valentin@klasszfm.hu. Jövő hétvégén 2 ember elmehet egy romantikus vakrandira, egy 2 napos hosszú hétvégére egy gyönyörű szép szállodába, és együtt tölthetik a valentin napot. Úgyhogy jelentkezzetek a játékra. Izgi lesz. Nincs so. Hello. Sziasztok, hello. Voltál már naphallgatója? Beszéltünk már valamikor? Nem. Éppen titeket hallgatok ebbe a pillanatban is. Na, helyileg merre vagy? Hol vagy? Helyileg, jelenleg, Nagyhatád. Nagyhatád? És mit csinálsz ott? Aha. Mit mondod? Mit mondtál? Pont ez elég rossz is lesz itt a vonal. Rossz a vonal, igen. Kicsit félre is állok. Mit csinálsz? Mit vezetsz? Autó, gyógyszert szállítok. Gyógyszer szállítasz. Jó van, egy keresztnevet mondj nekünk gyorsan.
Miki. Téged hogy hívnak? Miklós. Miklós, köszönjük szépen. Nagyon egyszerű volt, és gyors, és frappáns a véleményed, amit írtál, ugye a szorgalmi egyes, vagy nem is tudom, elméleti tudás, hoz kapcsolódó egyeset. Títsák be az egyest. Így írtad nekünk. Ennyi. Reagálva még a múltkori témánkra, a taxis blokádra. Küldünk neked egy kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, fiúk. Te vagy a nap hallgatója, mondtad, hogy morning show. Köszönjük, minket hallgatsz. Köszönjük, szép napot. Ciao. Hello. Csabikám, remek zenék? Na most adom, tessék a névnapi ajándékodat, mert tudom, hogy kedveled az ilyen típusú zenéket. Only Mercy megint akkorát alkotott. Képzeljétek el, hogy másfél éve jelent meg a Never Been Better című lemeze, és ennek egy ilyen speciális kiadása most megjelent, a Maxikkal kibővített kiadása. És ezen van a Stevie Nose. Egy ilyen hihetetlen. Ha emlékeztek a Trouble-ra, ami szintén az ő slágere volt, a Floridával közösen. Hogyne. Ez most megüti. Csak azt hallgatom. Hm. Jó. Most is azt szólott volna a csufniba. Ajánlom nektek. Köszi. Mercy Stevie Nose. Köszi szépen. Olyan rendes. És kérni lehet most, hogy névnapos vagyok? Kérhetek valami? Egyébként a telefonálj be. Jó. Tényleg. Akkor 5-5 kérem, 5-5. Hogy soha többet ne adjátok le Muri Enikőt. A Késő Már című dalát, mert a falra mászom tőle. Ez az én névnapi kérése. Csabikám. Késő Már. De hát Késő Már. De szép. Csabira, a kívánság műsorra 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek tőle dalt. Nekünk pedig valentin@klasszfm.hu, szinglik, tegyétek magatokévá. A Valentin napot jövő héten indul a játék, jó? Jelentkezzetek, fontos, hogy fotót küldjön mindenki magáról. Csabin, a kívánság műsorra, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Csáv, csáv. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre